speciál élőben a Magyar Rádiózás királyai, a kegyetlenül őszinte Vadon Jani, a hatalmas, abánivalóan sármos Rákóczi Feri, és az önnön nagyságára minden reggel rácsodálkozó Sebestyén de jól nézek ki ma is Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 6 óra után itt vagyunk, 17 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, drága hallgatók! Milyen nap van ma? Szerda? Szevasztok, sziasztok, jó reggelt, szerda. 7-10-e, 6 óra 17 perc és 12 fok. A hőérzet alapján. Gyerekek, hűvösöm. Hát gyerekek, bejöttem reggel, és így nem hittem a szememnek. Elkezdtem röhögni, amikor megláttam Ferit. Hosszú farmer nadrág, hát rendesen cipő, azzal semmi gond nincsen. És egy kis fekete puffy kabát. Puffy Jacky. Hát most mondjuk ki. Feri, ex-puffy puffy bicsekében jött be ma reggel. Én egy puffy, lepuffiztam magamat. Én nem csodálom, hideg van. Én kiréptem reggel, nem tudom, tizenvalahány fok, bár szinte... Ezt azért egy picit túlzásnak érzem, nem, én ne érzem, nem. Mert én fázom. Tehát na jó, 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 de sárkány repülővel jöttél, érted. Oké, okay, akkor is én fázom, én fölöltöztem, majd levetkőzöm, ha kell, de én kiréptem a házból. Persze, nagy fiú vagy, üljöltözgetsz, ahogy akarsz. Na, köszönöm csak. Szépen, hideg szél volt, érted, esőfelők, mindenütt. Én kifejezetten szemileg is és testileg is kívántam a puffy itt, majd leveszem. Szemileg is? Tehát, szemileg. Hogy ez egy téli szemüveg rajtad, akkor nem ez egy úgy, fűtött? Hanem amikor kilépsz, és úgy azt ja. Látod, hogy hideg van. Hú, de hidegnek nem látom csak, az időt. Igen, hogy nem csak érzel, aha, érted? Ja, ja, értem. Hanem, hogy ott vannak meg ilyen nyitott... Szinte beledermett a szemed. Nyitott ablaknál aludtunk, és olyan vékony takaróval alszom ilyenkor, és fáztam éjszaka is. Na, hát be kellett volna csukni, vagy vastag takaró. De csak nem kellek egy föl. Egy SMS, bármikor meg. Átszaladsz, nem kellek megírom föl. A megoldást. Gyerekek, mi jövő héten Horvátországba mennénk, de erősen elgondolkoztam rajta. Szóval ez a reggel fölkezd, 21 fok, vagy 18 fok, este sétálgatsz már 22 nem fok. Nem klasszik strandidő. Nem, basszus, és nagyon vártuk meg, nagyon, de hogy ez egy hétig azért ott, nem tudom, Zádár környékén azért ez nem túl izgi. Van mit látni, van mit lehet menni, egy-két napot. Persze, elmész tényleg Zadár, megnézed, nem tudom mit nézed, Zadár, megnézed Zadár. Zadárba is bemehettek, Zadár tök szép. Persze, egy-két órát sétálni. Hát négy. Na. Tényleg szép, de hogy ez a jó idő, ez nem akar megjönni. Zár a városa, 28-29 fokok vannak jövő héten napsütéssel. Hát, ma ide is azt mondják, 25-28, és rohadtul nincs annyi. Tegnap ültünk egy ilyen barátos beszélgetésen a teraszon, és gyerekek, kabát rendesen. Tehát, hogy így feket... Feti is ott volt. Így kabát is ja, ott volt. kabát is nem ott volt. Hogy összejártok. Legalábbis a kabát értelemben ilyen hűvös volt. Aha. Tehát, hogy így 11-kor, mikor eljöttem, vagy 3-11-kor az volt, hogy mindenki indult már, és konkrétan fáztunk. Igen, egy ideig tartja magát az ember, nem, akkor is nyár van, nem fázom. Nyárnak nyár, csak nem. De. Nyárnyak nár, de azért mégiscsak azért ez így egészen hűvös, gyerekek. Kate Blanchett is részt vett Tom Cruise hírhet szexorgiájában, tényleg? Ezek ilyenek, te ezek elmennek a mi van? Ez most ez nekem nem ez volt egy hír. Meg. Tom Cruise. Volt neki szexorgiája. Igen. Na, azért, mert egy szimpatikus színész gyerek, ennek az élete egy mocsok, egy fertő. Azt a mindenséget. Ez mikor volt? Időben. Hát ez a tágra zárt szemek forgatásán. Ja, hát akkor Tomot ugye beviszik oda. Most jött föl a hír nekem. Na mindegy, mi újság van, minden oké? Okay? Hát egyáltalán nem. Na memé. Elegem van az esti horgászatokból. Ja, valaki jó. Mondja meg a Velencétó környékén, hogy hogy lehet halat fogni. Minden este most már két emberem van, ugye Soma az rágyógyult már tavaly erre a horgászatra, és most oda költözött hozzánk Medárd, vagy hát ott a telepre. Ez direkt esti horgászat, ember. Vagy pedig a sikertelen nappali húzódik nem, el. Azt mondták, hogy még este egy kicsit kell apa, menni. Még egy kicsit apa. Hogy este kell menni, sneciben irgalmatlanul jók vagyunk, igen. Tehát az most már jön, 1000 számra fölül a sneciket, de hogy van egy nyomás rajtad, egyrészt saját magad számára, másrészt meg a gyerek, aki mindig azt mondja, hogy apa, most már ugye nagy halat fog, már mondom, fiam, ma este érted, akkorát, mint az állat, ragadozóra megyünk,
süllőket akarok látni, meg nem tudom, balinokat, meg ilyeneket, hogy figyeljetek, napok óta minden este 7-kor kiállunk. Rommá csípetjük magunkat a szúnyogokkal. Tegnap megfáztunk, 9:45-ig állunk, az egyébként gyönyörű velencei tó partján, fantasztikus felhőket fotózva, két gyerek rohangál, a snecikkel te állsz ott, hogy jöjjön már egy rohadék hal. Mi és lehet a hiba? És semmi. Tehát, hogy mondja meg valaki, hogy mit kell csinálni, én adok érte pénzt, a tudásért. Cucc, minden csali. Van. Te minden van. Na jó, de csak mindenki, hogy mire. Szerintem hogy mi? A két gyerek hobbiánál... Te leszoljátok lótetűvel a tavat. Mindennel. Hobbiánál most egy 100 000-nél tartunk, érted? Ja. Lotokkal, mindennel. Már én mindent megvettem, már csak szerintem harradarunk nincs. Hogy valaki, aki ott szokott halat fogni, nagyot. Hogy egy, vagy nem tudom, én megveszem a halat, ráakasztom, érted, egyszer kihúzzuk, visszaadjuk. Hogy maga az élmény, hogy amikor így rossz apának érzed magad már komolyan, hogy te nem tudsz fogni egy rohadék halat. És legalább van valaki, aki mellettetek 10 méterre egy 6 forintos bottal egymás után húzza ki. És érted, a igen, és megalázó módon ott emberek állnak és fogják hát a nagy halakat. Akkor lehet, hogy igen, lehet, hogy bennetek van a hiba. Na de ezért mondom, hogy hát. valaki segítsen, nem akarok már, hát, mert lehet, azt hogy érzem... Lehet, hogy kéne menni az elsőjét Kisporszkitól, nem? Nagyon szeretik a nagy halakot. Hogy írják, hogy a víz felé kéne dobni, az lehet, hogy segít. Ja, hogy ne a száraz földre dobjuk. Jó, aha. Na, akkor ma megpróbáljuk. Hármas horog, az mindent felkap. Igen? Igen. Van olyan angol, ami kimászik addig, de egyébként... Aha, alak is az e-fotón vannak, azt írják. Ja, igen. Nem mostanában elmennek. Elkezdődött tegnap tűzi, vagy tűz, nem tűzi játék, nem volt mi ez. Hogy igen, felgyulladt egy bódé. Ilyen nagy tüzet raktak, jöttek a dobosok, úgyhogy megindult, és már látod, és a faluban is megindul ilyenkor az összecsapás, az e-fot szeretők és az e-fot gyűlölők között. Tehát vannak, akik kifejezetten nem szeretik ezt, hogy ott egy hétig muli van. Egyébként meg szerintem egy csomó pénzt keres vele a település, meg tök jó, hogy van egy ilyen. Ki tudsz menni nagy koncertekre, az ott ráadásul egy ilyen halálbékés kis ma már hely. Indul, ma már vannak koncertek? Már tegnap elkezdődött a dolog, tegnap még szerintem csak diszkósok voltak, a nagy színpad az holnap kezd, de ma már lesz egy csomó minden, például mi. Mi is leszünk. Kettőtől azt mondja, ahogy látom, hogy csak mi kettem. Kettőtől 16 óráig, nem, Balázs is lesz természetesen. A legismertebb, rögtön oldódó kávéról elnevezett sátorban leszünk. Aha. Tibi atya után. Mi az Isten fogod csinálni? 7 órán keresztül. Amit szórakoztatjuk az embereket, elkápráztatod őket a jelenléteddel. Érted? Mi asszisztálunk hozzá. Érted? Az emberek pedig ájultan haza, meg azt mondják, hogy na, hát ezek után érted, mit tud nekünk adni még ez a volt? Semmit, hát kész. Csúcson kell abba hagyni. Úgyhogy ott leszünk. Tibi atya fog nekünk melegíteni, így van. Ő van előtte? Igen. Közvetlenül előttünk ő lesz. És ez ilyen beszélgetés? Az abszolút. Környezetudatos életmód, egészségtudatosság, stb. Egészségtudatosság. Mi nem mondták, hogy ez a téma? Igen, tehát környezetudatosság, egészségtudatosság, van. Én dohányozom és iszom. És van egy másik, a pompa fényűzés. Ja, jó. És, jó. Na, az már az én. És indokolatlanul nagy, hogy hívják, ökolábnyom. Azt hiszem, ez lesz. Nem, jó lesz, ez kettőtől várunk mindenkit, akkor ugye a Nescafé sátornál, hogy egy kicsit konkrétabbak legyünk. Aha. Ez így most már szerintem belőtte a helyet. Úgyhogy ez. Feli, visszatérve egy egyetlen gondolat erejéig, csak azért, mert nagyon sok hallgatónk van, aki valószínűleg horgászik, hogy azt mondd már meg légy szíves, hogy csak legalább a csalit. Tehát, hogy mivel mennétek, mire, és akkor már tudnak egy kicsit mondom, szolgatni kis rajta. Halas, kishalas. Kis úszós szerelékünk van. Most igen. Azt mondták, hogy most ez jó. Uh-huh. Kis halat fogunk, az megy rá a bot végére. Úszós szerelék, és nekem tök mindegy. A bot végére? Igen, vagy a horogra, ahogy... Jó, van, értem, mi az Istent kötözköztek, nem kis csak görény. Te kis neci. Te kis izé. És a lényeg, tehát nekem mindegy, hogy mi, igen? Csak egy nagyobb méretű hal legyen. Aha, érted? Aha. Tehát a 8 centis necinél lássunk tovább. Aha, de attól, tehát arról számítasz, hogy gyerek innentől kezdve akkor kivipálta a sztorit, vagy pedig nem az, hogy akkor megy egy másik irányba. Nem, mert úgy szokott lenni akkor... nálunk, hogyha valamit elér a gyerek, akkor megunja és megy másfelé. Érted? Tudod, hogy a sikeres horgászaton már csak egy ugrás a köztársaság elnök. Poszt. Igen, és vadászni is járnom kell, az vagy nem, mi? Azt nem szereti. Aztán dobbancs a lábaddal. Kettőt vagy egyet? Kettőt. Jó. Érted, mint kicsit bezavar a szeizmográfoknak maluszlagott a környéken.
Láttátok a bálnát? A marha jól néz ki, egy nagyon jó installáció. Azt nem értem egyébként, azt mondták, hogy van olasz tengerpartról szedték össze szemet. Azt nem tudom, hogy ezt a szemetet miért nem lehetett volna bárhonnan összeszedni. Amúgy. Itthon? Igen, mert hogy itthon is van belőle sajnos bőven, de egyébként marha jó. Mert itthon nincsenek bálnák, Jani, azért, mert itt az olasz tengerpartnak kellett, hogy kapcsolódjon a bálna és a tengeri szemét. Tehát az nem hiteles, hogy bálna, de magyar szemetet akasztunk rá, Aldi szatyrokat. Tehát azért a tengerparti szemét, mert az mert ugye, a bálna, mert a bálna és a tengerpart. Nézd, milyen jellegzetes olasz szemét. Ez így, így. Most mindenképpen találnod kell valami kivetni valót ebben is. Így, semmiképpen nem lehet egyszer azt mondani, hogy igen, ez így úgy, ahogy van, jó, nem. Most az a baj, hogy ez most olasz szemét. Egyébként nézd meg, itt vannak az olasz tengerpartok. Azért olasz szemét, mert hogy ugye a tengerből hitelesen törekedett arra, az installáció megálmodója, hogy valódi tengeri szemét legyen. Jó a Tesco szatyor is, de ezek olyan már egy kicsit a sótól megmart, szétesett, szétosztott valódi tengeri szemetek, amik ugye a tengerben vannak, de egyébként baromi jól néz nagyon ki. Nagyon hatásos. Olyan, mintha vízből kiugrana ez a bálna, ugye ez egy bálna fej, és közben meg ráakasztva a szárnyára, a szájára, mindenhova ráakasztva, ugye ezek a kis szemetes zsákok. Baromi jól néz ki. Nagyon tényleg sokkoló, nagyon tehát hogy abszolút elérték vele a céljukat. Úgyhogy nagy bálna és egy kis bálna? Egy nagy bálna és egy kis bálna. Nagyon biztos egy anyja. Egészen konkrétan most volt pont egy ilyen eset, hogy halva találtak már meg egy nőstényt, meg a borját, mert a borjú bele gabolyodott valami hálóba, az anyja megpróbálta megmenteni, ennek következtében ő is bele gabolyodott. Úgyhogy mind a kettőjük annyi lett. A borjúról tudjuk, hogy budapesti volt, vagy bécsi borjú? Várjál csak, hogy gondolkodom? Tudjuk, nem? Ja, jó, nem? Csak hogy honnan jött a borjú? Ez kapcsolódik egyébként tegnapi elég komoly élményem, vagy nagy élményem, mert részben környezetudatos sztoriról van szó. Már hosszú ideig nem vásárolunk egy nagyon népszerű magyarokrém márkát, mert ugye pálmaolajat tartalmaz, és azt meg nem támogatjuk, mert az orangutánokat jobban szeretjük, mint a magyarokrémet. És olvastam egy pár hónappal ezelőtt, hogy egy olasz cég konkurencia akar lenni azáltal, hogy ők nem fognak pálmaolajat használni, és ki fognak hozni egy olyan magyarokrémet, vagy magyaros csokis krémet, amivel konkurensei lehetnek majd ennek a nagy, nagyon közismert márkának, akikkel egyébként így azonosítják a magyarokrémet általában, és tegnap végre megkóstolhattam. Na és? Hát... Orangután mentes? Hát mivel egy nagyon komoly olasz cégről van egyébként, szóval ez is teljesen közismert, és mondom, pálmaolaj mentes is. Nem írja meg olyan fél nyolcig. Tíz után megírom. Nem lehet, az marad. Az a baj, hogy egy olasz csemegébe kellett utána ásnom, tehát még nincsen nagyon a polcokon, de... Ne jöjjön a kérdés, milyen magyarokrém volt, Jani? Nem gépelő szakkör. 10 óra után, Jani, itt marad délig, amíg megyünk az EFOT-ra, mindenkinek válaszol. 10 után. Tíz után kérdezzétek meg, nem? Pálmaolajmentes környezet, tudatos. Abból is még ki fog derülni, hogy van benne valami. Egyébként újra felhasználható, nem? Biztos lehetsz benne. Nem. Egy hónap, aztán erről fog minden szólni. Igen. Na, nem, hogy majd megtorpedozzál, mert itt egy olasz cuccot fel. Gyerekek, mennünk kell, mert Zsülci integet, úgyhogy jelentkezzetek közben játékra. Jó, 10 óra után megkapjátok a választ, érdekel benneteket, addig ne is kérdezzétek. Mi pedig jövünk mindjárt. Fél hét van pontosan. Na, 3-7 lesz pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek. Ide figyelj, öcsém, tudom, hogy jók a programok, meg vannak több játékosok, de viszont belőlük is sok a köcsög, és hát választhatok Zsoltot, küldte nekünk valaki. Na hát, ez eléggé harcoskodó. Táncolj Bali jött még ez, ugye a jó kis Lady Gagára, aminek örültünk. Uh-huh. És nagyon jó is volt. Jó is volt. Most színészkedik csak, vagy azért még énekezget? Mert most új dalt én nem hallottam, de lehet. Ez egy jó kérdés. Jó kérdés. És Feri, meg vagytok mentve egyébként, azt mondja, hogy János írja, nekem kicsit horror, de azt mondja, hogy 10-15 grammos forgókapcsos ólomad, amivel végén fölötte kb. 40 centire hosszú szárú sülőző horog, kb. 15 centis előként rá élő sneci, aminek a száján horogba a szemem mellett ki. Lehet halszelettel is, vagy két horoggal, és akár a két horog között a fűzsinórról legyen 30-40 centi. Megvagytok. Ezt te érti ennyi. Valaki fűzsinór, meg mi van? Senki. Aki jó. Tud horgászni. Az, na másolt ki, nekem majd van. Elviszem a de horgászt. Látod, Feri, ez a különbség, tehát, hogy ők tudnak horgászni. De én ezt nem mondtam, hogy én tudok. Érted? Te nem kell sértegetni azért, mert a gyerekemnek jót akarok. Tudod, hogy te nem érdekezd, de a gyerekek a sikerélménye számomra is fontos. Na, egy hajóban nevezünk, csak te visszafelé, ezt értsd meg. Tehát én jegyezd nem le, akar... a sova érteni jó. Fogja. Oké. Na, ha lesz halunk, akkor majd irigykedsz, hogy milyen ügyesek vagyunk. Viszont, na. Amiről szeretnék beszélni, ne tessék olyat írni, mindjárt mondom, pap, ágotának érted, hogy egyre különlegesebb módon próbálják megoldani a sztárok a legújabb netes kihívást, amely még nem érkezett meg Magyarországra. Hát ne írjunk ilyet. Micsoda, tegnap érted? Hát
Hát mi az, hogy nem érkezett meg Magyarországra a netes kígyó? Rossz plánból vettük, gyerekek, rossz plánból. Rossz? Vettük. Hát persze. Hát meg kupak fel. Ja, megnéztem 20 videót, és rájöttem, hogy ennek tulajdonképpen ez a lényege, mert én csak a Jason Statham-eset láttam. Amatőr. Akkor újra neki futunk. Rossz a plán. Akkor újra neki futunk. Nagyon jó mozdulatsor, minden jó, amit a Feri vágott, kis házi movie készítőjével. Volt 2.0, azt mondod? Rossz a plán. Hát ennek ma az a lényege, futunk, hogy az üveg van előtted. Aha. Megcsináljuk ma is. Van egy olyan alkalmazás, hogy még a kasza mutatta. Egy üveg alkalmazás? Ja, amivel nyomod a képernyőt, és akkor csak akkor vesz. És csak akkor vesz, igen. És akkor a három videót egymás mellé tesszük, átküldjük Feri, nekünk megzenélés, és meg vagyunk. Ez a Spark kézi alkalmazás. Uh-huh. Lassítva felveszem, kész. Feri jön, felveszük, lassítva, kész. Nem szórakozunk. Jók voltak a mozdulatok, de a plánt elrontottuk. Igen. Hát nem volt jó. De mi pont ezért vagyunk különlegesek. Jók a programok. Jók a programok. Rosszak a plánok. Igen. Rosszakat el kell ítélni. Csak ezek a köcsök plánok. Csak ezek a köcsök plánok, ezek nem jó plánból vettük. Mert megcsináltuk egyébként, ugye ez a kupa kihívás. Botlecup. Igen, nem vagyunk rosszak benne, egyébként én is végignéztem a külföldi sztárokat. Ez a Halle Bieber, vagy Hailey Bieber, nem tudom, hogy hívják. Ő egy kvadról rúgja le. Akkor a másik, nem tudom, hogy hívják, ő egy jetskiről rúgja le. A Ratatouille. Ratatouille. Ó, Emily. Emily, ő egy jetskiről rúgja le. Igen, nekem tök mindegy, miről. Bármi. Ha nem találja el, ha csak nézhetem, az is elég. Nem csak a plán volt rossz, írja valaki. Micsoda? Nem beszélj már, elobeló. Olyan uram, a vasikat vittünk be. Hallod, érted. Na. Na mindegy, úgy megcsináljuk. Legenda született újra. Ó. Mit látsz, jetskiset látsz? Jetskis. Ja, jetskis, ő lassítva odafarol a jetskivel, és akkor lábbal lerúgja. Hát és van ilyen far, van far. Ott van farolás, farol. Ott azt néztem én is azt a videót. Mi nyami nyomó. Na mindegy, szóval, hogy megcsináltuk, elért Magyarországra, és a legnagyobbak már ott vannak a kihívásban. Kész. Rossz plánból, rossz plánból. Csináljuk egy újat, egy rövidet, egy gyorsat. Jó. Jó, Zsül, pakold el egyszerűen a teraszt. Létszős, ilyen helyet. A pörgőrugásoknak. Én végignéztem én is a tegnapi felvételeket, egy dolog teljesen nyilvánvalóan előtt, hogy annyira be voltam fosva tőle, hogy amiben beütöm a kezemet meg a lábamat végig, hogy az... A hátadat sikerült. Egyébként igen. Hogy sajnos már nem vagyok a régi. Kylie Jenner a jetski egyébként, nem a Ratajkowski, hanem a Jenner. Ott Jenner. Ja, Jenner a jetski egyébként, igen. Igen. Jenner a jetski, ez egy új név, Jenner a jetski. Memory. Nem? Na, azt mondja, hogy a Vályi Pista is megcsinálta. Láttátok? Érdemes megnézni. Nem láttuk, de megnézzük. Megnézzük. Ügyes? Köszönjük. Nem tudom, de nagyon jó challenge-ek vannak egyébként, tehát mindenki egyre betegebbeket csinál. Igen, ma reggel láttam egy nagyon jó. Nem is valamelyik hallgatónk linkelte be, hátulról ugróforduló, tehát hogy nem is egyszerűen csak egy forduló, hanem egy ugróforduló, és olyan gyönyörűen pofán rúgja a srácot, akinek a fejére tette a palackot, hogy majd ő úgy rúgja le. Ja, hogy a fejéről szedi le. Igen, igen. És nagyon jól néz ki, egy ilyen kis molettebb, ilyen masszív felépítésű srác, szépen ilyen imára kulcsolt kézzel, háttal neki, miközben a haverja pedig megpróbálkozik ezzel a Tobi Ushiro Mawashigerivel, és úgy pofán rúgja vele, mint annak a rendje. De hát egy picit azért számítani lehetett rá, hogy ez fog történni. És a kislány, aki hátra szaltóval rúgja le? Kam. Nem úgy tűnik. Kam. Kam. Mit csinál? Jaj, maradjál már. Adjad már. Maradjál már. Trükk. Persze. Na mi a helyzet? Mi lett, akkor két pontot kapnak, ha nyernek? Igen, ne, ja nem, megfordítottuk az állást. Tehát ti vezettek. Tehát hallgatók 68, műsorvezetők 47. Na gyerekek, akkor viszont szívjuk fel magunkat, mert akkor ez beélesedett ez a történet. Úgyhogy, úgyhogy akkor hajrá. Jó, megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel. Haló, jó reggel. Jó reggelt kívánok, sziasztok. Szia. Jó reggelt, hello, hogy hívnak? István vagyok, és már egy pár napja próbálok bejelentkezni, jó, hogy azért próbáljak meg a játékosoknak, mármint a hallgatóknak a számain kicsikét javítani. Hát majd meglátjuk, sikerül-e. Hát mi most javítottunk rajta. Megfordítottuk az állás, 68-47-re mentek. Igen, így lehet, így lottót is lehet nyerni. Igen. Így fogunk benneteket elpopsizni, hogy ez sem segít rajtatok, hogy megfordítottuk az állást, de most akkor egy jó 20 ponttal vezettek, azért az nem rossz. Hát meglátjuk, megpróbáljuk megtenni, amit megkövetel a haza, meg a hallgatók. Nagyon.
Nagyon helyes. Kivel játszanám? Hát én Ferivel, ha lehetne, mert ő még szerintem mostanában nem játszott. Nem, csak hétfőn játszottam én most. Ja, bocs. Semmi baj. Játszol a Feri, nem. De nyugodt, nem azért mondtam, hogy lerázzalak. Igen. Nem, inkább veled. Mármint Ferivel. Jó, inkább. Jó. Oké, Jani? 3, 2, 1, fire! Tényleg kormánytisztviselő vagy? Hát úgy adódott, hogy most ezzel foglalkozom. Kormányablakos? Szerencsére azt kihagyom, de... Mi a bajod a kormányablakosokkal? Az ég egyet a világon, semmi a szembe ülő felesetleg néha. Mm-hmm. Igen. Köszönjük szépen! Szeretjük, amikor nagy az arc! Pistázhatlak, ugye? Jól van, hoztunk egy ponton. Most vezettek 20-szal. Gyerekek, én komolyan vettem a 20 pont előnyötöket. Igen, 21 volt, most 20, most 48-68. Belém folytottak mindig a szóhíjtsak. Én csak kérdeztem. Hagyjuk már. Nem, most felszívtuk magunkat, most megyünk azért. Ez a 20 pont előny, ez sok, ami van nektek. Ugye tegnap megfordítottuk, úgyhogy most berágtunk. Elhúztatok, de most ott lovagolunk. Így van. Na jó, nem adom fel, mert most Feri vezet 2-1-re. Már játszottatok? Már egyszer játszottunk? Ó, nem most. Ja, igen, 10 évvel ezelőtt, meg kb. 7 évvel ezelőtt. Aha. És mindig a Feri? Amikor Dél-Afrikában volt. Tehát akkor ez egy ilyen külön harcotok. Ez egy külön harc, most 2-1. Majd pár év múlva megint megpróbáljuk. Jó, gyakorolj addig. De mi? Egyszer nyertem, egyszer meg 49-nél kaptam ki. Nagyon jó vagy. Ez most nagyon-nagyon rosszul sikerült. Oké, köszi a játékot akkor. 5 év múlva ugyanígy. Szia is. Szia. Ciao, ciao. Hello. Akkor viszont 20 ponttal mennek már csak gyerekek. Csak azt. Uh-huh. Az előbbi 21-ről. Oh. Azért az 4 hétnyi játék. Tehát ha minden nap megnyerünk egyet, akkor is 4 hetünk van egyenlíteni. Ez meleg lesz így. Nem baj. Hát figyelj. Ez meleg lesz így. Azért vannak előzményeinek a történetnek, és azok meg biztatóak ránk nézve. Azt szeretem, hogy eddig éveken keresztül azt csináltuk, hogy vezettünk decemberbe, és az utolsó nap ugye oda dobtuk. Mindig te bedobtad, hogy az univerzum császára meg minden, és most már ott tartunk, hogy már július közepén is oda dobjuk. Már július közepén. Igen, nem várunk karácsonyig, már most a tiétek. Hát figyelj meg, én szerintem ez így hosszató, de ez így izgi egyébként. Oké, azt mondja, hogy jött még egy SMS, itt amit be akartam olvasni. Ha küldök egy nagyon vicces kupakrugost, megnézitek? Kérdezi valaki Viberen. Én már alig várom. Küldje, minden megnézünk, amit Viberen kapunk egyébként. Igen, ha János is. Persze. János is várja, igen. De hát úgysem nézitek meg. Írta valaki ezt nekünk SMS-en. Aha, jó. Akkor nem tudjuk, nem. Oké, Feri, nem emlékeztél Istvánra? Kérdezi Bálint. Hát nem, hogy úgy. És hogy 10 évvel ezelőtt játszottunk egy fekete fejére. Nem, milyen világ ez, hogy 10 évvel ezelőtt játékos, nem emlékszel. Ugye, ezt mindig elmondom, mikor így kérdezik, hogy ebből a legszebb sztorim az az volt 2 évvel ezelőtt, hogy ugye emlékszel, rám kérdezte a csávó, mondtam, hogy hát nem nagyon így első, de segíts, mert ugye nagyon sok emberrel találkozunk, és mondta, hogy 2001-ben futottunk össze. Hát, még segíts. Mondom, még egy kicsit Miskolcon mondtam. Mondtam, hogy ez is nagyon jó, vagy jártunk nagyon sokat Miskolcra. Hát, hogy nektek ott volt akkor Danubius karaván, 10 000 ember előtt, és én voltam a második sorban a negyedik ember. Meg vagy. Hát mondtam, hogy tesó, én értem, hogy fordítva, ugye egy kicsit könnyebb. Emlékszem, ott állt egy piros baseball sapka. Az azonosítás, de hogy így nem vagy nagyon. Vagy kékben. De nem is volt a baseball sapka. De lehet, hogy volt, mégiscsak nem. És az ott összejártunk? Nem. Nem csak ezt azért meséltem, hogy nekünk egy picit nehezebb a dolgunk ebből a szempontból. Mennyi? Igen, és elvárják. Nyilván, igen, elvárják. Hogy ti mindannyian ismertek bennünket, mert mondjuk a sztorikat az életünk előttetek van, de hogy a másik irányba ez nincs mindig meg. Na, mit találtál? Na, egy videót nézek csak, amit átküldtek. Na jó van, gyerekek, megyünk érezni, reklámozni, jó? Ha van friss közlekedés, küldjetek el nekünk, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Balázsi! Vagyunk 7 óra után 10 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Az M3-ason Debrecen felé, 85-ös kilométernél az ÖMV út után a külső sávon 3 autó ütközött, most történt még járható, egy sávra szűkül, ezt Zsejke küldte nekünk, köszönjük szépen. De nyilván az ott nagyobb elakadás lesz, tehát az is lehet, hogy hát nagyobb dugóra lehet majd számítani. És nagyon szépen köszönjük a régi kedves ismerősöknek az SMS-eit, amiket küldtek nekünk. Ugye, szia Balázs, ugye emlékszel rám, néztem a széfet, ott ültem a kanapén és integettem. Kb. 3 éve Balázs mellett álltam a piros lámpánál, másfél éve pedig egy bevásárlóközpontban láttam, de úgy tett, mintha nem is ismerne. Ez nagyon rosszul esett.
Igen, ugye arról beszéltünk, hogy vannak hallgatók, akik odalépnek hozzád, és kicsit számon kérik, hogy nem is emlékszel rájuk, és próbálsz udvariasan is megkérdezni, de segíts egy picit honnan, és talán mond egy olyan megdöbbentőt, hogy arra meg már nem tudsz reagálni. Hogy 6 évvel ezelőtt én voltam az, aki kiszolgáltalak téged egy hentesboltban. Igen, nekünk ez kicsit elment, de... És akkor így nézel rá nagy szemekkel, és azt gondolod, hogy ez komoly? Tesó, ezt tényleg komolyan gondolod, hogy erre most kéne emlékezni, ne haragudj, nem. És látod a szemében a sértődöttséget. Hát egy kicsit ezt ő a saját magára veszít. Ez oké, hogy élmény, meg ez rendben van. Na de azért az, hogy utána ez megsértődik, hogy te nem. Igen. Ugye? És beigazolódik az a sztereotípia. Na tudtam én, hogy ilyen, nem emlékszik. Ennyi. Pedig milyen szép felsállat adtam neki. Ja. De egy őszintén és gyors, és szerintem időt megsporoló válaszsal, mint például jön egy kérdés, ugye, hogy azt mondja, hogy ugye nem emlékszel rám, nem. De akkor meg... Mindent lerombolsz, abban a pillanatban mindent lerombolsz, pedig hát te tényleg. Segíts egy picit. De azzal meg csak megy az idő, úgyse jut az eszedbe. Segítsetek. Új nehéz a választás. Múlt héten hallgattam meg az egészet. Tényleg? Olyan jó esett, fú. Menj el Ha el akarok, hogy mesélted, hogy milyen jó volt. Igen. Csak nekem nincs jegyüzér néni, mint neked, úgyhogy nekünk egy kicsit ez nehezebb, de ha szerzek egyet, akkor megnézzük. Én nagyon szerettem az István a királyt. Pont, és anyámat vittem valami vizsgálatra, és azt mondta, hogy ó, ezt hogy szeretem, ezt a dalt, mondom, mama, te. És utána kiderült, hogy mi ezt együtt láttuk moziban. Szerzek én neked egyet. Az új kígyósi fapadosban. Istvánban a király. Jó. Szerzek én neked egyet, ha akarod. Írjál a nénidnek, hogy mikor... Nem, ő nem a néni, ő magánk az Operett Színháznak az ilyen kommunikációs sajtósa, akit úgy ismerek, az Orsi, és ő nagyon szívesen, ha gondolod, Orsi néni. Orsi néni segít, és az Operett Színházban most az István a király, ez szenzációs, nyilván nyári szünet van. Jó, de szerintem ősztől folytatják. És így most könnyebb jegyet kapni, de kicsit szellősebb az előadás. Picit hosszabbak a szünetek. Jó, viszont nincs sor a büfében. Picit a zenekar is szerintem most egy picit talán úgy csendesebb, de szóljál menni. Kiabál olyan nagyokat, mi? Így van, meditatív special. Meditatív special jelleggel elmehetsz. Nagyon jó az Operett Színházban, azt mindenkinek ajánlom, aki szerette az István a királyt, hogy nincs túl gondolva, és nagyon jó az előadást tényleg. Na, jó, oké, várom. Egy-két hangot leszámítva, kiváló karakterekkel. Két szereposztásban, most a harmadikban nézheted meg. A senkivel. Jani, emlékszel, én engedtelek át téged a jogsi vizsgán, vagy de, az nem te voltál? Te, Laci, Jós... Dani, de persze, Attila, hogy emlékszem. Attila, persze, hogy Attila. Na, jó, itt volt a nyelvem. Múltkor a hoppon-hoppó buszon álltatok, mikor rátok utáltam, kicsit bánt, hogy nem ismertetek fel. De visszaintegettél, Jani, biztos, hogy minden tudálásra integet. Persze, átlátva a tetőn is. Igen. Bali, tavaly Ozorán találkoztunk, elmentem tél mellettem, mint a 4-es-6-os villamos. És nem köszöntél, te bunkó. Én is ott voltam Ozorán, ez is jó. Abszolút jó. Egy légtérben. Egy légtérben voltam. Én is ott voltam. Jó, de jó. Igen. Jani, velem a Romos Mátyás templomban találkoztál még 7 éve, arra emlékszel, Bálint? Ó, tényleg. Igen. Tényleg, benn voltál te is, Bálint, ugye? Jól olvasom. Igen. Bali, láttalak a tévében, nem ismertél meg? Nem, de valami rémlik. Arra gondoltam, hogy te olyankor visszanézel? Hogy micsoda? Tehát amikor ők néznek téged, akkor te visszanézel rájuk. De úgy, mint a vakasszony? Nem. Nem, mint a véres, milyen deszka. Képzeljétek el tegnap, egy ismerősöm elküldött nekem. Tegnap képzeljük el, vagy ma? Képzeljétek el tegnap, hogy mi történt ma. Illetve ma képzeljétek el, hogy mi történt. Igen, jó. Én egy csomószor hallottam már arról, hogy vannak olyan papagájok, amik tudnak beszélni, de igazából egy-két szavon kívül én ezt sosem hittem el. Gyurrika vagy. Nagyjából ez. És ezt 50-szer meg kell hallgast a vendégségbe, hogy gyere, megmutatom a beszélő papagáját. Gyurrika vagy. Halálosan kellemetlen a történet, igen, mert hogy általában, amikor beleakadsz ilyen beszélő papagájba, az vagy nem beszél, vagy ha behozod a stúdióba, nem szólal meg, és ott van egy izzadó, gyögyöző homlokú gazda, aki elmondja, hogy eddig mindig beszél, de most megijedt a papagáj. Vagy maximum arra képes a papagáj, hogy elmondjon egy nem tudom, fogashoz hasonlító szót, amiben most belehallott, hogy fogas, vagy nem hallott bele, hogy fogas. Szerintem valakivel beszélgettem mindig, és szóba jött ez a történet, és átküldött egy videót, ami nagyjából fél éves az interneten már. Tehát és előhúzott a farzsebéből egy alapapagáj. Jó, teljesen hülye, mert neki mindenre van minden, az életének a 90%-át az interneten tölti, előhúzott egy alapapagáj, egy hullámos papagáj, és a papagájok elszavalták a nemzeti dalt.
És mondta, hogy van egy nagyjából fél éves, egy éves videó az interneten, ami már nem új, tehát nem, én se úgy adom elő, hogy úristen, milyen új, de hogy végre van benne bizonyíték arra, hogy a papagájok igenis érthetően tudnak beszélni. Na, nyűgözd le bennünket. És ez meggyőzött nem engem. Nem beszélni, hangot utánozni, valljuk be őszintén. Hát most, most ezért ez oké, na. Hangot utánozni. Hangot utánozni, de mondom, én eddig ilyen rosszul sikerült, belemagyarázott, félszavakban elhallgatott, elharapott, racsoló, ilyen fura dolgot hallottam, ami nem győzött meg arról, hogy valójában tényleg jól utánoznak hangot a papagáj. Jobb, mint a beszélő delfin? Get out! Mert ő az idegen nyelven is tolt. Ő felszólította a vízbe menőket, hogy menjenek ki a vízből. Igen. És ott azért volt egy egyetemi intelligenci kommunikáció. Igen, ott már kommunikált. Igen. Rigó utca. Ő egy Jákó papagáj, van ilyen? Van. Jákó papagáj? Biztos. Sportmárkát ismerek ilyet, de... De ez tetszik, ezt meg akarom nektek mutatni, mert nekem ez tetszik. Nem tudom, hány munkaóra van benne. Nem tudom, hány szó ismétlés. Nem tudom, hányszor álltott a gazdája, és mondogatta neki, hogy mackosajt, mackosajt. Ja. Miért ezt mondja? De ez a madár, ez tényleg beszél, basszus. Jákob papagáj? A gyerek iskolájában mutatta valaki? Igen. Kevin a papagáj. Ő Kevin. Egy Jákob papagáj. Aha. Igen, Kevin. Most beszél. Jó. És megnéztem a videót, és azt mondom, oké, ezt adom, ezt elhiszem. Uh-huh. Ez jó. Na. Ha csak nem valaki hanggalán mondta. Ja, ott hallod majd a videóban, hogy beszél a gazdája, és utána beszél a papagáj. De nem mindig ugyanazt mondja a papagáj, amit egyébként az a gazda mond. Tehát van egy csomó betanult mondata, amit ismétel. Van, amikor más mond ez a papagáj. Ez már unalmas, tanuljunk újat, vagy mit mond? Hülyepígy. Így, aha. Rohadtul unlak. Hol van a férjed, hogy szórakoztatott. Menj a nyugdíjaskolába táncolni. Igen. Na figyelj, mutatom, mit csinál a papagáj. Szerintem ez jó, tehát ez nekem tetszett, én ezzel rögtem. Na. Szervusz. Hát ez a gazda. Így beszél, hallottad? Nem, ez a gazda volt. Ne durva. Egészen emberi hangja. Na, várj, ne figyelj. Na, szia. Szervusz. Telefon. Telefon. Hát azt mondta. Tényleg azt mondta. Telefon. Várj. Figyelj, mutatom még miket. Telefon. Csörög. Hallod, mi van? Sajtot! Azt mondta, hogy sajtot! Szia, tök jó! Telefon, csörög. Sajtot. Megettem a sajtot. Huskál. Igen. Mert néha közben úgy beszél, hogy közben füccsög. Várjál! Persze! Néha szerintem más hangot akt, tehát ő próbál beszélni, de közben néha belefüttyölt. Hát jó, egy papagáj. Mondjuk egyfajta elszigeteltséget éreztem így a kommunikációban. Telefon, okay. Sajtot. Ja, jó. Akkor rendjen, legyen úgy. Káposzta. Hallottad, mit mondod? Azt mondta, káposzta. Igen, össze-vissza zabál mindent ez a... Megettem a sajtot. Huskát. Igen. Sajtot. Káposzta. Sajtot. Sajtot. Megettem a sajtot. Ó? Igen. Kevin vagyok? Tök jó, tök érthető. Tehát én nem hallottam még ilyet. Engem ez meggyőzött, hogy végre egy papagáj, ami tényleg beszél. Vagy utánoz, vagy nem tudom mit csinál, de végre egy nem egy ilyen besült, izzadó, homlokú gazdát látok, egy szaró papagájjal, ami nem csinál semmit. Mert az elmúlt 20 évben bármikor ilyen témánk volt, nagyjából, és behívtunk ide valakit a stúdióba, ez történt. Egy riad szemű papagáj pisogott, rohadtul nem szólalt meg, viszont összefosta a stúdiót. Ez beszél. Vagy hangot utánod. Figyelj. Ó, igen. Kevin vagyok. Ügyes vagyok. Fagyó. Kevin vagyok. Sokat kakáltam. Mit mondod? Sokat kakáltam, megmostam a seggemet. Na. Jó. Kitől tanulhatja ezeket a fazadatól? Sokat kakáltam. Megmostam a seggemet. Mit szólsz? Jó volt. Sajtot. És a sajtot. Visszatér a mamát. Attól, mert a laktózérzéke, attól megy a hasállandó. És utána visszatér arra, hogy ő sajtot kér. Figyelj! Hát, hogy... ha sokat pakáltam, megmostam a seggemet, azt mondja, kifejezetten jó. Jó. Sajtot. Veszünk neked sajtot.
füstölt sajtot. Jó, veszek neked sajtot. Sonkát. Jó. Macskát kell. Igen, köszönöm szépen. Jó legyen. Jó le. Hallod, mondta, hogy jó legyen. Jó legyél, de tűnt. Elköszön a papagáj, jó legyél. Nem köszön, az már legyen. Elköszön, látta, hogy megy az ajtó fel, és azt mondta, jó legyél. Elhegy sajtér, anya, ezért mondja neki, hogy jó legyél. Jó legyél. Ez tudatos. Aha, ja, jó legyél. Aha. Igen, köszönöm szépen. Jó legyél. Jó. Tök cuki, mondja, hogy jó legyél. Megyek. Jó? Jó. Nagyon aranyos. Szagolom. Nem szagolom, büdös. Büdös. Kicsit rá van, kicsit rá van kattamba. Ez nagyon szimpatikus, ez levonás, igen, ő is laktó. Kicsit rá van kattamba a papagáj és sajtra. Fuh. Aranyos vagy. Szó, puszi. Ja. Adja a puszit. És a puszit is visszadobja. Na? Borzasztó. Adjam. Cica. Télapó. Nem kérek most. Sajtot. A visszatérő motivum. Mondja, a sajt. A sajt mindig visszatér. Sajtot szereti. Sem kérek. Igen. Kevin vagyok. Kevin vagyok. Jákó vagyok. Jákó vagyok. Rátart. Oda kapkál a tyúk. Igen. Igen, ott a tyúk. Szabad kakára. Megmutam a szekemet. Na, jó. Na, jó. Jó, egy idő után rájössz azért, hogy ismétli magát. Igen. Egy idő után rájössz, hogy viszonylag szűk azért még a szóként, de a sajtot egy is, sokat segosás, kakáltam. Egy kis sajt, mindig becsúszik így három mondatokként. Sokat kakáltam, megmostam a seggem, az szerintem egyébként kifejezetten jó. Hány ezer óra, hányszor elismételt mondat ez, mire a papagáj valójában elkezd de beszélni. De végre ott a sikerélmény. A papagájod azt mondja, hogy megmostam a seggem. Csak de tudod, hogy tiszta végre, is. Végre. Fia, egyébként jobban beszél, mint Zoli bácsi a mester. Tehát, hogy valójában toás, tehát, hogy igen, a napos toás, tehát, hogy valójában sokszor a papagáj azért az jobban érthető. Uh-huh. Ezek a Jákó papagájok ennyire jók egyébként? Igen. Ők azok, akik a legkönnyebben megtaníthatók? Igen? De hát én szerintem, én azt mondom, mekkora kamu videó ez, Jézus. Szerintem ez nem kamu ez a videó. Szerintem ez a papagáj, ez tényleg beszél. Igen. Igen, igen, igen. Azt nem értem, hogy... anyahas beszélő. Ja, és mi csipog alatta? A papagáj csipog alatta? Ilyen egyet, és úgy folytatja. És úgy folytatja? Ide egy hallgató, hogy lehet, hogy kisipolja saját magát? Na, egyébként lehet, hogy a mond, és már a papagáj tudja, hogy csúnyát mond, ezért saját magát kisipolja? Így van, cenzúrázza magát. Az, hogy keressetek még rá, a Jákó vagyok, Sas vagyok című videóra, mert ott is van egy Jákó papagáj, ami beszél. Látod? Tehát akkor ezek nem köszönöm, ez nem kamu videó. Sas vagyok. Tehát ez tényleg beszél? Ez jó. Mondjuk fura, hogy nem a nemzeti dalt vagy a halotti beszédet tanítatják meg, hanem... Tehát mozog a torka, nézd meg. Mozog a torka, igen. Hogy hívják a csőre. Felmászott a fára. Segged a torocskát. Igen. Segged be orrocskát. Felmossuk a tollocskát. Ja, tollocskát. Jó. Kevin vagyok. Igen. Ő beszél. Kevin vagyok. Sajtot. Kevin vagyok. Kevin vagyok. Kevin vagyok. Vagyok. Ókos papagáj vagyok. Jákó papagáj vagyok. Ugye? Kevin vagyok. Kicsit tollaszkodik. Ügyes vagy. Azért kell bele energia, hogy azért 4000 órára így beszél egy papagájhoz. Igen. Nem? Igen. De lefogjon álljon már be valaki, akinek van Jákó papagája. Csak hogy mennyi melót kell beletenni, hogy egy papagáj így beszél. Jó, de ezt a papagáj mondja el. Szeretnék meginterjúolni egy papagájt. A tegnapi esti híradóban ugató papagájt mutattak. Hát valószínűleg azt utánozza, amit sokat hall. Igen. Hát én hallottam olyan papagájról, igen, ami a fürdővizet utánozta, mert állandóan hallotta, hogy folyik a fürdővíz. Uh-huh. A csobogást utánozta. Ő utánozza a macskát, mert hogy valószínűleg hallja a macskát. Meg sokat kakáltam, megmostam a seggem. Tehát valószínűleg a házúra ezt így sokszor elmondta, ugye? Megyek megint kakálni, össze megmosom a seggem, és a papagáj megtanulta. Állítsuk meg Brüsszelt! Vatnész tévét! Hát érted. Igen. Mekkora a szókincse egy papagájnak? Hány szót tud megjegyezni?
mit tudsz, tehát ha beleraksz tényleg, mit tudom én, 3000 üzemórát, akkor a papagáj az tud veled beszélgetni? Vagy ő csak ismételget dolgokat? Vagy meg tud tanulni kérdése válaszolni? Hát azt szerintem nem. Nem? Hát nem. Te ilyen azt derül, hallottad, hogy, az hogy igen, kicsit a sajtot. Tehát irányított kérdésekre például, melyik tartalmat szereted a legjobban? Sajtot! Mit szeretném? Sajtot! Igen. És mit csináltál? Sokat csakáltam, megmostam a sajtot! Elolvastad-e már a napi sajtot? Hát ne halasztod-e már a napi sajtot? Ne, hát ha van valaki, akinek van Jákob papagája, csak mondja már el nekünk, hogy ez hogy kell idomítani, vagy hogy tényleg mi a szókincs? Nagyjából. 1000 szó? 500 szó? Hát, nem, az nem, az nem, az nem, az sok. Igen? Biztos valami nagyon alappal kezdett. Ez, hogy ő már tudott mondani egy értelmes mondatot, értsd, megmostam a seggem, az szerintem az egy nagyon komoly meló lehetett. Azt mondja, van olyan papagáj, ami Rihannától énekel egy számot. Persze, igen, és táncol is közben. Táncol, ennyi, és walking, és adsz rá egy kalapot, és érted, úgy táncol mint Michael Jackson. De ne keresjük ezt a papagájt, azért erre kíváncsi vagyok, aki még sasnak gondolja magát. Igen, ott azért van egy kis... Szerintem ott van egy kis képzavar. Egyébként semmi barátságos nincs egy papagájban. Hát nincs. Ugye? Hogy erre valahogy születni kell, hogy neked papagájod legyen. Nem tudsz ablakot nyitni, érted? Az, na, igen. Ugyanakkor nagyon szép. Persze, szépnek szép, tehát ezzel nincs baj, abszolút, csak nem tudom, hogy tudnék ebbe ennyi órát tenni, hogy folyamatosan tanítsak egy papagájt. Minden esetre én szeretem Jákót, én nem ismertem ezt a történetet. Nektek volt vala papagájatok? Mi lenne az első, amit megtanítatnál vele? Hát nem tudom. Szép vagy, Bali? Isten vagy! Isten vagy! Ki vagyok én? Isten! Ma reggeli szép vagy, meg tudod csinálni. Induljon a far! Induljon a sajtot! De már mikor megyek a budira, már mondanám, papagáj, meg tudod csinálni. Itt az a legjobb, amikor te tanítgatod, és veled párhuzamosan snikába, úgyhogy jaj, ne tudjál róla, valamelyik családtag elkezdi tanítani valami orbitális baromságra. És nagyon akarod, hogy valami nagyon-nagyon jót, te tanítod, iszonyatosan sok melót beleteszel, és akkor próbáld meg tolni a te kis sztoridat, és ő meg ilyeneket mond helyette. Igen. Állatorvosi rendelőnkben a papagája telefoncsörgést utánozza, mert hogy ő azt nem kell tanítani, ahogy beszélgetsz, előtte ragad rá, mint egy 2-3 éves gyerekre. Facebookon küldtem az enyémről videót. Tehát valójában tényleg lehet, hogy ez csak így. Szeretem a sajtot jelleggel, ez így ráragadt. Nekünk nymfa papagájunk volt, Gyuri volt a neki. Annyiszor mondogattam, hogy szia Gyuri, puszi Gyuri, hogy megtanulta. Más nem mondott, és mindig csak nekem. Erika küldte nekünk. Keresetek rá YouTube-ra, igen, ezt a sas vagyok, Jákó papagáj vagyok, sas vagyok. Tehát ezt meg megnézzük, ezt megkeressük, hogy mit mond a papagáj. De akkor az nem ő. Ez egy másik. Én ismerek olyan Jákob papagájt, aki elénekli a boci-boci tarkát. És még száz szót ismer. Persze. Igen, meg elszolmizálja, és aztán visszafelé is kézjelekkel együtt. Így van. Hát nem olyan sokszor mondani neki, hogy boci-boci tarka, se füle, se farka, az nagyjából amit, hogy sokat kakáltam, kimostam a seggem. Tehát, hogy igazából nagyjából ugyanaz. Hát ha sokat kakáltam, kimostam a seggem, és elmondod neki négyet. Boci-boci tarka, se füle, se farka. És a dallamot is megjegyzi. Meg hogy még plusz 100 szó. Tehát, hogy egyébként meg mire végigvárod a 100 szót, tehát látod, hogy igazából azt mondja, ami az éppen kedve van. Keresetek rá, van egy videó, egy papagáj váltig állítja, hogy 9 éve találkozott Ferivel egy angyalföldi hentes. Egyébként igen. És no, Feri nem emlékezett, mert kicsit megbántodott a papagáj. 15 éve osztálytársam papagája a vezetékes telefoncsörgést utánozta mesterien. Naponta kétszer szivatta meg a lakókat. Az hiteles, azzal semmi gond nincsen. Mert ez a hangutázó képességük az teljesen egyértelmű. Te mit tanítanál neki? Csöcsök. 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 Torta. Torta. Nálad nem sajt. Vára. Pornhub. Pornhub. Tubenyolc. XNXX. XNXX.com. Hazajöttek. Igen, tényleg. Előzmények. Törölt ki a sem. Tényleg, töröld az előzményeket, neked ezt kéne egyébként, igen. Hát ez nagyon jó. Na, drága hallgatók, írjátok meg, hogy nálatok otthon mit mondana a papagáj. Jó?
Mit hallana a legtöbbször a családban? Mit mondana? Van egy papagájotok. Mm-hmm. Mi az a szó, ami legtöbbször elhangzik? Megölöm anyád! Megölöm anyád! Nem, nem. Söröm, söröm! Minek szültelek meg? Minek szültelek meg? Jó, tehát mi hangzik el a legtöbbször, vagy ti mit tanítanátok, vagy nálatok mit tanulna a papagáj? Ezt írjátok meg nekünk. Jó, fél 8-an várjuk az SMS-eket, jövünk mindjárt. 3:48 lesz pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek. Jó reggel, gyerekek, hűvös a reggel, nem is látom, hogy jönne vissza a jó idő, mármint... Hát igen, ja nem, ez várj, ez most meglepődtem, de ez Törökország. Azt várj, visszalapozom, szóval azt látom, hogy egész jövő héten ez a 24-25-26, két hétre vége a kánikulának. Nyárnak, kint szél van egyébként. Igen, hűvös, hűvös. Baleset az M3-ason az Ölyenfalkút után Nyíregyháza felé, ma kezd küldte nekünk, köszönjük szépen, és igen, és van egy... még egy az M3-ason, ami kicsit messzebb van, de az is fontos lehet. Debrecen felé 85-ös kilométernél, nem, ez ugyanaz. Ez ugyanaz, Nyíregyháza felé, igen, 3 autó ütközött, és emiatt dugó van, egy kutya várakozik a rálosában, ez pedig a 20-as kilométernél van. Na, mi pedig ugye a beszélő papagájokról beszélgettünk, hogy végre jó egyet olyat látni, aki tényleg beszél, ugye sokat kakiltam meg mostam a seggem, ezt mondogatja Kevin Jákó. Nem egy új videó, tehát senki ne gondolja, hogy ezt most fedeztük föl. Én nem láttam ezt a videót, én most kaptam meg valakitől, és aztán arról kezdtünk beszélni, hogy hány órát teszel egy ilyen papagájba, kinek mit mondana otthon a papagája, és küldik a hallgatók a linkeket különböző beszélő papagájokról, hát egészen megdöbbentő dolgokat mondanak. Ugye ki mit tanít, ez is érdekes. Mit tanít azt, mert ugye azt mondja a papagáj vissza. Mondjuk technikailag halál egyszerű az egész dolog, mert felveszel pár szót, amit meg akarsz vele tanítatni, és aztán pedig szépen elmész otthonról, ezt egész nap hallgatja a papagáj. És csak azt. Ez, persze, na, ez az állatkínzás. Igen. Ezt így hívják. Igen, van egy ilyen is. Igen. Csókolom. Bözsi néni, csókolom. Megmondtam a tyúkot. De valaki ezt mondogatja neki, hogy meghoztam a tyúkot. Meghoztam a tyúkot. Bözsi néni? De ez még a barátságosabb. Van, aki ezt tanítja a papagájának. Figyelj! Sas vagyok! Ő tudod. Jó ideje. Kúr anyám, Sas vagyok. Igen. Ő megharagudott arra, hogy lepapagályozta valaki. Anyád, sas vagyok. Büszke madár. Sas vagyok. Sas madár vagyok. Tök jó, de teljesen tiszta. Tök érthető. Ezek mind Jákó papagályok egyébként. Akkor ezek a leginkább hajlamosak arra, hogy megtanuljanak néhány szót, vagy néhány mondatot? Figyelj, be kell egy idős hozni, szerintem két hét után tolná az ecsíreneket. Csókolom. De mennyire tisztelt a csókolom? De és a tyúkos is. Figyelj. Csókolom. Megmondtam a tyúkot. Itt azért célirányosra kellett lenni. Jó napot. Nagyon szeretem, nagyon tetszik. És Beti, meghoztam a tyúkot. Aj, azt mondja. Kinél mit mondaná a papagáj? Lajcsi papagája, tedd vissza a plombát. Igen, vissza. Igen. Nyíregyházi állatkertben voltunk zárás előtt pár perc, amikor egyszer valaki ránk jabált, hello, azt hittük ismerős. Körbenézünk sehol senki. Még láttunk egy pici papagájt, oda mentünk hozzá, egy kövel épp próbálta magát kiásni, mondjuk neki hello, hátha, semmi, megyünk el megint, hello, tiszta hülyét csinált belőlünk az összes többi látóját, és annak nézett minket. Mi meg mondogattuk, hogy hello, hátha mondja, de nem. Aztán megint, mikor mindenki eltűnt, végre láttuk, hogy neki mozog a torkán, a hellózás közben. Akkor előjött a gond az abokor mögül. Igen. Gino papagájával azt mondja, a rosszakat el kell ítélni. Igen. A bűnösök szenvedjenek. Sokolomnak sima hullámos papagája volt, kitűnően mondta a kézilabda edző gazdájának a nevét, és az összes célmondatot, ami egy meccsen elhangzik. Hülye bíró, ugye, nem látsz, vak vagy, stb. A szomszédunkban is van egy papagáj,
amikor oda költöztünk, azt hittük, hogy a szomszédasszonynak van valami baja, hogy ennyiszer elmond mindent. Aztán megtudtuk, hogy a papagáj beszél az ő hangján. Az ő hangján beszélt a kutyának, vagy éppen az ő hangján kereste a szomszédokat. Ez is kemény. Persze, tényleg mit hallasz otthon? Hány magyar popsztár van, akinél azt mondaná a papagáj valószínűleg, hogy nem iszol, beteg vagy. Nem iszol, beteg vagy. Van, aki csak annyit írt, hogy a kérdés, hogy nálatok mit hallam, mit mondaná otthon a papagáj? Rossz lyukba ment, rossz lyukba ment. Ha ezt hallja legtöbbször a papagáj, az egyébként nem rossz, nem rossz felállás. Nem, most felfel. Igen. Hullámos papagájunk volt, sok minden mondott nagypapámnak. Ődi, vidd ki a szaros katyádat. Jó. Hú, ezt hányszor kellett hallgatni a szegénynek. Igen, nálunk profi megtanult káromkodni, mert amikor az öcsém konzolon játszott, akkor ugye nyilván káromkodott, simán összeszedett 20 vagy 3 káromkodást a cifrább fajtából, és nagyon profintolta. Anyósomnak volt egy papagája, azt mondja, Gyöngyi, adjál csókot! Gyöngy, süket vagy, Péme? Sokat kérték Gyöngyi. Kiki vérmérséklete és szókincse szerint tanítja meg a papagájt. Bözsi néni, hoztam egy tyúkot, az a barátságosabb. A kányádat sas vagyok, ott abban van humorfaktor. Anyádat hívna, a 112. Igen. Hallgassátok meg még egyszer, meghúzta a tyúkot, azt mondja, hogy meghúzta a tyúkot. Meghúzta a tyúkot. Meghúzta a tyúkot. Hogy húzta volna. Igen. Meghoztam a tyúkot, persze. Jó, aranyos a sztori, hogy egy papagáj megcsinálja a teljes állományt a szomszédba, de nem. Csókolom. Nagyon jó. A Bözsi nénivel vannak bajok, az egy kicsit Zoli bácsi is. Tehát az toásos lett egy kicsit, de a többi az abszolút. A többi az abszolút rendben van. Na jó, van, hát köszi az SMS-eket. Igen, többen írják, hogy nem meghoztam a tyúkot, hanem meghúztam a tyúkot, de mi a jó indulatúak vagyunk. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ő csak Bözsi néni meghoztam a tyúkot, igen. Én csak egy szót tanítanék neki, az pedig az lenne, hogy ő a játék, nagy nőstefe. Bocsánat, szakadtam. De valaki csak ennyit, tanítana. Hogy hívták játékmesterünket? Ki volt ő? Mert már csak így vonult be a köztudatba. Bácsi. Zoli, nem Zoli. Zoli. Ő Zoli volt, igen? Ő is. Anna? A Zoltánokkal van valami baj? És Maradona papagája, gyerekek, Maradona papagája. Az a szegény, képzeld, de mire ezt megtanulják. Nem kéne sokat tanulni a papagájnak. Egyébként ne, ott a Maradona hazamegy mindig hajnalban, nyilván egy buli után, és ennyit letereppeledik a kertrecelé, mond 3 hasonló mondatot, majd befekszik az ágyba. De ez egyébként kiválóan tudná hozni a papagáj. Szegedi Vadasparkban a büfé hátsó kijáratánál volt a Jákó papagájú ketrece, az, ahová a büfé személyzetet dohányozni járt. Ezeket mondta a papagáj. Zoli? Hozzá gyújtott? Milyen jó hozod már. Mert hallod, hogy nektek dohányozni. Hozzá gyújtott? Igen, meg Tibi van egy cigi. És köhögött a papagája. Köhögött a papagája. Igen, van egy cigi, Tibi, van egy cigi. Mit szívsz? Mit szívsz? Van egy gyújtott, Zoli, hozzá gyújtott. Na jól van, oké, köszi az SMS-eket. M1, M50-es kilométer Pest felé káosz, több kilométeres a kocsisor, ha látjátok az okát, akkor küldjetek el nekünk, jó? Klímás játékunkra még nem kell irogatni, de lesz, olyannyira lesz, hogy tegnap nem sikerült játékosainknak kitalálni, de ma újra lehetőséget kaptok, úgyhogy 2 játékos adásba kerül, és ki tudja, és haza tud vinni egy beltér és kültéri egységgel ellátott. Mi de a klímá, gyerek? Igen, oké, de kétszer játszunk? Na, meglátjuk, valakinek lehet, valakinek odaadjuk majd. Már nem férünk a klímáktól, vigyétek már haza. Igen, vigyétek el. Wi-Fi-s a történet. Szuper gyors hűtőfunkció. Nem tudom, mit jelent bekapcsolod, és lefagyasztja a nagyit. Nem tudja befejezni a mondatot már. Csinálja a nagy. Olyan meleg van, hogy bekapcsolnád a klímát. Ez mind a Terminátor 2-ben, mikor belelép a folyékony nitrogénbe, nagyi megfagy. Ráadásul ez wifi is, tehát nem kell egész nap menni. Mész haza,
10 perccel előtte beállítod a gyors sütés funkció. Bekapcsolod, és azt mondta, hogy hűtsél kicsim, és mire hazaérsz, addigra hűvös lakásban landolsz. Ezt lehet majd megnyerni. Jó? Szólunk, még nem kell küldeni sem a Nive a szócskákat, sem a Mide a szócskákat, sem az Orbit, sem a Suzuki szócskákat az SMS számunkra. Szólni fogunk, hogy mikor. És tudjuk, hogy most csak 18 fok van. Tudjuk, de... De jön még nyár, jön még a nyár. Azért ezt még ne temessük, igen. És csókoltatjuk a tegnapi Nive a szócskát elküldőt. Nem tudjuk, hol van, nem tudjuk, mit csinál, nem tudjuk, ki ő, de többször elküldte valószínűleg egészen komolyan. Nagyon szeretjük. Jön az ma is. Nagyon, nagyon szeretjük a Nive a szócskát küldőt. Hallgatónkat. Oké, ha van friss közlekedés, híretek küldjetek, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Balázsi! 8 óra után 7 perccel itt vagyunk, hálom mindenkinek. Útinfónk van, M1 Pestfél az 50-es kilométertől az 55-ös kilométerig kártyúzás miatt. Gyerekek, nagy dugó, menekülő út, Tatabánya óvárosnál kihajtani, és aztán vissza. Szili elküldte nekünk, köszönjük szépen. Tiszta szégyen, tegnap kifeküdtem egy gyerekpesgőtől, igaz, hogy a szomszéd vágta a bicikli külőim közé, de ja, akkor, ja, de akkor is. Igen. Globális felmelegedés mi? Ja, 18 fok júliusban. Üdvözlettel Trump. Hát igen, gyerekek, ez kérdés, erre mit mondana. Baleset van Budára vezető oldalon, a Rákóczi úton az egyes villamos megállójánál egy autóba szaladt teherautó foglalja a belső sávot. Oké, nem tudom, mi volt ez a zene, de majdnem tökön szúrtam magam. Burák. Egy jó burákon szurkálni. Nem biztos, hogy burák volt. De Burák Jeter. Burák Jeter, és tanuljátok a zenéket, tanuljátok, mert mide a klímát lehet nyerni. Bizony, bizony. És ide? Ez kiderült az elmúlt két napban, hogy nem annyira megy nektek sajnos. Mi is csodálkoztunk rajta. Azt hittük, hogy oda-vissza. Erről a hátulról már ismeritek ezeket a dalokat, de hát ezek szerint nem. Bizony, és közben kapjuk a videókat folyamatosan a kupak lerugós kihívásról, ugye ez a Battle Cup Challenge, ahol már repülnek a cipők, orron vágják egymást a videózók, jetskiről, hajóról fújják le a kupakot, van, aki egyébként lefinkta a kupakot. Ja, és haj, a pölőset ja. Láttad? Nem. Nem láttad? Messzelően valaki oda, mindig is leveri, tényleg? Még nadrágban van, belövi magát, látod, hogy beigazítja a lábát, hogy ebből rugás lesz, elindul a felvétel, ugye megfordul, és amíg megfordul, addig letolja a nadrágot elől, egész közel megy, és a pölő. Yes. Pölő bácsi lecsavarja a kupakot. Na. Tök menő. És sikerül? Igen. És képzeld el, meg tudja csinálni. Aha, neki futtok? Én veszem. Jó, megcsináljuk. De akkor ne valami kis kupakot hozzá. Ja, nagy kupak, az nagy kupak. Érted, akkor érted, a palackot veritek le a kubakról. Leverem a Koviubit, leverem. Koviubiról leverem az 5 literes befőttes üvegnek a tetejét. Várjatok még a klímaszócskákkal, jó? Egy picit igen, még igen, nem igen, kell igen, küldeni. Oké, okay, tudjuk, hogy nagyon népszerű a játék, de még egy picit ráér egyébként. Jó? Csak közben folyamatosan küldik a hallgatók a challenge-eket. Most látok egy lányt, egy kólás üvegnek a tetét próbálja lerugni. Nem megy le neki, a csaj mini szoknyában van, szét van varva. Van egy rugó mozdulat, nem sikerül. Nem hiszed el. Majd oda megy, bekapja az üveget. Leharapja. De várjál, nem gyenge a csaj, bekapja az üveget, igen? És a nyelvével letekeri. Ne. De úgy, hogy nem mozog a szája, csak azt látod, hogy rajta van a kupak, és a nyelvével elkezd körözni, úgy, hogy a kólás üvegről letekeri a kupakot. Mit tudhat? Mit és tudhat aztán visszatekeri. Tehát, hogy már ilyen irányba ment el ez a Battle Cup Challenge, hogy már itt mindenki különböző úton, módon próbálja ezeket az üvegekről letekerni. Ő rá bukik az üvegre, és a nyelvével tekeri le, majd tekeri vissza. Kinek mihez van tehetsége? Aha. Ugye? Tehát lábbal nem tudta. Igen, mindenki egyedileg próbálja meg ezt a dolgot így formálgatni, de szerintem tényleg továbbra is azt mondom, amit tegnap mondtam, hogy semmi értelme, ahogy írták itt, az Indexen írták talán, semmi értelme, de legalább szórakoztató. Tehát, hogy nem állt vele senkinek. A legtöbb kihívásnak igazából nincsen semmi értelme. Igen, csak vannak olyanok, amik ilyen, tényleg már egy kicsit ilyen önpusztító, meg veszélyes kategóriába esnek át, ami mondjuk hülyeségekre tanítja a gyerekeket, meg olyan irányba viszi el őket, aminek azért lehet egy tragédia és a következménye, na hát ennek olyan nagy tragédia nem lehet a következménye, legalábbis kijöntöd az ásványvizet, vagy maximum ennyi. Vagy fejbe rúgod a haverodat. De hát az meg... Az benne van a pakliban, persze. Igen. Elefér.
ez durva, azért nyelvvel feltekeri, visszatekeri. Na mi van, gyerekek? Elszabadult a pokol Budapest utcáin, meg Győr utcáin, és mindenki szabadban szexel? Hát mi történik, kérem szépen? A városban, a különböző nagyvárosokban beütött a nyár, itt a jó idő, elszabadultak a hormonok, a győri szökőkutas eset után, amiről ugye tegnap már beszéltünk néhány mondatot, de lehet, hogy valaki nem hallotta, amikor is egy fiatal pár beesve a szökőkútba talált egymásra. Most már a budapesti rendőrfőkapitányság is nyomoz, mert hogy az 5. kerületi kormányhivatal részére továbbítottak egy videót, ahol egy motorháztetőn esett egymásnak egy pár. És saját motorháztető, vagy más motorháztető? Egy jó kérdés, egy belvárosba álló autó, éppen őket fotózzák. A sátánműve. A sátánműve? Igen, sátánműve. Megőrültek a fiatalok. Megőrültek a fiatalok, megőrültek az emberek. Győr és Budapest mellé akar a többi nagyvárosi zárkozni, és most már az van, hogy ciki, ha a te városodról nincs olyan hír, hogy valaki a szabadban nem szexelt. Ez egy reprezentatív közvélemény kutatásnak az eredménye? Hol vagy Kecskemét, hol vagy Szeged, miért alszol Szolnok, mi történik veled, Vecsés? Persze, több polgármester, alpolgármester és jegyző is jelezte, egyre kellemetlenül, hogy ebből érezzük magunkat, mert nálunk még sehol közterületen nem szexeltek 30 ember szeme láttára. Hát figyelj, szerintem szörnyen igénytelen. Én nem tudom, miért váltott ki ez a győri szex, szökőkútban szexelés ekkora visszhangot, hogy minden erről szól az elmúlt két napban, és ami a hallgatókon is érezzük, hogy rajtunk keresztül próbálják kibeszélni magukból ezt a dolgot, és nem egy SMS, nem 10 üzenet, hogy ezzel foglalkozzatok. Tegnap már érintőlegesen beszéltünk erről, de hogy sokkal durvább tartalmakat néznek az emberek az interneten. Sokkal durvábban csalják a feleségüket, a párjukat, tindereznek. Na, és igen, élnek, ez négy fal között élnek, történik. Élnek olyan életet, és közben nem arra gondolok, hanem hogy közben meg amikor látunk egy ilyet, akkor szerintem egy kicsit álprűdek vagyunk. Meg egy kicsit azt mondjuk, hogy jaj, hát ez most milyen szörnyű. De közben meg én nem tudom. Nekem ez nem annyira durva, hogy most, én ezt tegnap is elmondtam. Beestek a szökőkútba. Sokkal durvább, hogy vannak, akik ezt filmezik, vagy hogy ott biztatják őket, és na, tapsolva. Hát, azok is megérnek egy. De hát az okostelefonok világában egyébként már erre ezzel számolnod kell, hogyha te megdöntöd a kedvesedet az 5. kerületben egy motorháztetőn, legalább 3-an azt felveszik, és... Plusz az utcai kamerákról nem is beszélve. Ja, tehát persze. Én azt gondolom, hogy nem volt kevesebb utcai szex 30 évben ezelőtt, célozva itt a fiatalkorunkra. Igen, csak azokat viszonylag kevésszer teszik ki az internetre. Hát, lehet, hogy valami új kihívás, kérdez egy hallgató, ebben igaza van, hogy elindult Pesten, vagy Magyarországon, ami kihívás, ami most legyőzi a teker le a kupakot kihívás. Mi történik? Kell. Vagy csak simán nyár van, és ez mindig benne volt, csak most rosszkor voltak rossz helyen. Hát nem tudom, én egy picit azt is érzem benne, hogy ilyen minden mindegy alapon már kit érdekel az emberek véleménye, így állnak hozzá. Szerintem egyébként az a pár, akik a szökőkútban szexeltek, hát nem voltak, hogy úgy mondom, olyan nagyon abstinens állapotban, vagy nem voltak nagyon szárazok, hát a srácon konkrétan látszódott, meg írták is többen, hogy ott azért elég mélyen. Egy kis drink. Igen, ilyen elég mélyen hatott rá valamilyen tudatmódosító szer. Szerintem ők sem csinálták volna akkor, hogyha nem lettek volna nagyon bedrinkelve, vagy pipáz, vagy szív, vagy nem tudom mi. Én ezt megmondom nektek őszintén, picit igénytelen sztorinak tartom. Tehát, hogy így a... Hogy koszos lesz a víz, de zárt rendszer. Mire meg nem mindig kell belőle érted nézni. Zárt rendszerű víz, ez nem kell aggódni. Hogy ez oké, értem én, hogy persze az ösztönök, meg úgy de szeretjük egymást, meg úristen első látásra láb, meg annyira nem tudok ellen, olyan gyönyörű, vagy ilyesmi, de egy kocsinak a motorház tetején, egy szemetes járda mellett, érted? Térdiktolt katyával. Megmondom neked őszintén, van benne egy extra, érted? Hogy észrevehetnek, hogy láthatnak, ez egy olyan... Kicsit erre is megy ki a játék, igen, nem? De pont azért, amit mondtál, hogy az okostelefonok világában kicsit számít is rá, hogy majd valaki lekapja, majd valaki majd föltesz az internetre, vagy összeszed vele egy pár lájkot, majd a haverok mondják rá, hogy láttuk, hogy kaptad a bulát. Nem ez van benne, hanem az van benne, hogy egy ilyen plusz extra izgalom van, érted? A lebukás veszélye. Ebben a dologban pedig hát tudod, hogy le fogsz bukni, mert mondom, ráadásul itt a belvárosban hát tele van minden kamerával. Persze nem tudsz nem lebukni, ha egyáltalán itt van kitől félned, hogy majd lebuksz előtte. Olyan, nem tudom, kicsit olyan igénytelen. Nem, de is, nem lehet, hogy ez egy korbéli sajátosság, hogy te ezt mondjuk ennyi idősen már, vagy mi ezt, nem tudom, igénytelennek gondoljuk? Tehát 18 évesen, amikor az ember sétál valahol, tudom én. De akkor is elbújtál, nem? Vagy kerestél egy félreeső kis zugot, ahol megejtheted a dolgot, de nem arról volt szó, nem arról
arról szólt a történet, hogy mit tudom én, egy bulizó tömegnek a kellős közepén, mint láttatok, a Szandon is volt, hogy készítettek egy ilyen fotót, amikor ott van, nem tudom, nem is csak... Az várj, ez videó volt, a Szandon az videó. Na, pláne. Videó, mert videó az volt, ott konkrétan nyilván egy VIP-passzér, ott valaki nagyon sok mindent hajlandó volt megtenni, hogy bejusson a VIP-be, valakinek meg kettő darab VIP-passza volt. És akkor jól találkozott, jóval, ez is lehet. Egy-két rögő kukul a haver, még azt mondom, hogy esetleg még beleférhet, akik így kiszúrnak, de amikor tudod azt, hogy ott van, mit tudom, a járókelők, ott van egy csomó, nem is 10, nem is 100, hanem akár több ezer bulizó ember, és akkor így a szemük láttára, mert hogy akkor ez ilyen, szerintem ez nem egy ilyen hippi hozzáállás, hanem egyszerűen csak így nagy ívbe toljunk már rá egyébként az emberek véleményére, meg hát a másik meg az, hogy annyira szét vagyunk cuccolva, vagy mit tudom. Van az én, a hogy... felszabadult pillanat, amikor ez eljön, hidd el. 18 mm-hmm. éves, vagy 20 igen. éves, vagy tele, vagy hormonokkal baktatsz, érted, a lőrinci bálabontó mellett valahol egy aranyos 18 éves kislányjal, és azt mondja neked a kislány... De már a bálabontóban vásároltunk, nem szórakoztunk. Jó, akkor ja, de mit vásároztatok délután, jó, és nagy fogás. Az aranykalászt mondja. A lőrinci aranykalász mellett... Az ifjúsági parkon. Sétáltok el egy régi sörgyár mellett, ahol ki vannak rakva műanyag rekeszek, és a kislány pajkosan rád nevet. Te még nem érted, hogy mind most... hogy nevet? Hogy neved? Jó, így mondjuk én se csinálom. És ránéz a sörös rekeszekre. Megint rád néz, megint ránéz a sörös rekeszekre. Te pedig rángattál innámi. El onnan. Te pedig rángattad el onnan. Kicsim, ez csak göngyöleg, gyere arrébb, ez csak göngyöleg. Majd fölül a sörös rekeszre, és te ott állsz 18 évesen. Hát 18 évesen inkább az a gondolatod, hogy 20-30 sörös üveget pattintsunk már, meg azt tudjuk vissza. Igen. A barráért többet adnak, hagyd a zöldet. Várjuk vissza. Oké, elbújsz, de hogy valójában meg közben... Szóval, hát mindenki szeme láttára. Tehát, hogy nem is az, hogy nem, biztos, nem a szégyenérzet miatt, hanem hogy egy picit úgy gondolsz egy kicsit így másokra, hogy abban a pillanatban... Hát, este már most kire gondolj, nézd meg, itt sötét éjszaka van. Nézz erre a fotóra, elképesztő igénytelen. Tehát, hogy így az egész szituáció. Azért a most már budapesti zárkózós fotót nézed, meg, ja. ahol egy térdig tolt gatyával fekszik egy nő. Neked az a bajod, hogy nincs levéve a nadrág, és nincs összehajtogatva élére. Egy koszos, élére. Mocskos autónak a motorház tetejére feldobva. Ezt nem is feldobva. Látod, hogy koszos, se semmi baj. Nyilván frissen van mosva, és lemosták, és viaszolva. Mosóban megkívánták. Nem durva az, hogy 2-3 évet is kaphatnak, és akkor tényleg az, hogy... Hát köszönöm, sértés. És ha gyerek lát, akkor még több. Hát komoly bűnök miatt és komoly csalások miatt nem ülnek 2-3 évet, hát tök igaza van a hallgatónak. Közben meg érted, azért most gyerek látta, akkor 2-3 évben most ez szökőkúta. Na hát erre a gyerekekről már is beszélve, bár ezek mondjuk így a viszonylag későn okay. történt, tehát ott a szökőkutásnál láttuk azért, hogy elég üres volt a tér, tehát hogy ez már egy olyan órában történt, amikor nem nagyon ott ülnek járkáltak. A végén. Milyen na, de ez egy nagy város, a 10 emberű magában szerintem. Ahhoz képest, hogy 100-an is lehettek volna. Az a szökőkút, csak mondom, az a város közepe, tehát hogy amellett szoktunk nem messzire kitelepülni. Úgyhogy lehet ez a babaváró program hatása egyébként. Aha, igen, mindenki mindenütt csinálja, de mintha most ez a nyár ez... Igen, a vidéki csók nagyon sokat berántott ebbe a sztoriba. Hát nem tudom. Azt mondják, hogy Siófoki zárkozott egyébként, hétvégén a napágyakban, ezt is írják. Kinn a strandon fényes nappal. Na az igen. Azt adom. Aztán Siófok parton 30 méterre a térdig érő vízben, parton álltak az emberek is tapsoltak, mellettünk kisgyerek labdázott, ez valószínűleg egyébként saját élmény. Szóval, na ott vagyunk tényleg, és ott a kislánya a göngyöleg mellett áldogál. És egyszer csak úgy fellebbenti a szoknyáját. Igen. Te hogy húznád arrébb, hogy menjünk haza, de tudod, hogy otthon vannak a szülők, mit tudom én, nem? És meg gerjedelemben igen. vagy. Teli hold van, gerjedelemben abban a vagy. Meghallom, hogy Bill belekezd, hogy a postás, a rendőr, meg a villanyszerű, és már szaladunk is vissza az ifi parkba. Majd lesz más a Bill koncert, nem szaladsz vissza. Nem, 18-esen nem szaladsz vissza. Nem, te nem mindenki előtt, tehát engem például totálisan frusztrált. Hát de itt hova menjen az utcán? Hát átmegy a másik oldalra. Kapuajat, vagy valami. Ez neked ilyen kapuajfét is van, ezt már tegnap is ez a kapuaj. Mivel jobb egy kosos kapuaj kutyaszarral, mint egy szökőkút jó, egyébként? Jó, akkor egy ponyvás főtefú teherautóra másztunk volna fel, vagy mit tudom én, érted? De ez annyira igénytelen, és egyébként főleg a csaj részéről gondolom azt, hogy szörnyű igénytelen. Már bocsánat, érted? Elkapják egy kocsi motorház tetején, érted? Hát, te nem voltál fiatal. Tehát fogadjunk, hogy sose csináltad szobán kívül. Te. Na, de csináltam, tessék, de tessék. Mi volt? Tessék. Há, orgazmus, Feri, orgazmus. Ha erre vagy kíváncsi. Várjál, mindkettőtöknek van, csak neked egyébként erre is.
Ha már elő voltál ki, vagy csak akkor elmondom neked. Fiatal vagy, mész, sodróc, elkap a lendület, a hív. Na te nem mindenki előtt. Értem. Szerintem ez a mindenki előtt, ez inkább egy jelenkorunk problémája. Tehát ez valószínűleg régen is volt tényleg. Csak ugye az okos telefonok, meg a Facebook élő, Insta élő, tehát ezért tud ez elterjedni. Szerintem ez nem volt más, hogy régebben se. Csak ugye most már tényleg nem tudsz büntetlenül szeretkezni egyet egy szökőkútban, mert abban a pillanatban 60-an felveszik. Ez borzasztó lehet, mikor másnap kihozanódsz, és láthatod. Na meg ráadásul tele van veled az internet, bár nyilván ki van blőrözve, de akkor nem gondolkozol. Hát valószínűleg egyébként nekem azért sem volt meg ez a fajta, mert soha nem, tehát mivel nem ittam, ezért nekem nem voltak ilyen állapotaim, de ugyanakkor meg tényleg az egész erről szól, hogy valahogy biztos az is lehet a gond, hogy ezzel kötöm össze, hogy ezek iszonyatosan szét vannak már csapva. És akkor egy részeg nő, meg egy részeg férfi egymásnak esnek. Felhazában, egy kicsit lazában, lazában. Az egészből nem emlékeznek másra. Semmire jó volt, rossz volt, csak tudod, egy pár hét múlva találkozni. De most milyen előítéletes vagy? Emlékszel, mire? Ez pont az, amikor a Feri emlékszel, a második sorban integettem, ez most, pont ugyanaz. Most miért ittasozod le őket? Látsz te valahol itt, például az autón szexelő párnál? A budapesti pár most, igen. A budapesti párnál látsz egy üveget, látsz egy bármit? Még hát ki rosszabb, vagy te, hogy leittad? Még rosszabb. Tehát, hogyha még ráadásul ezt színjózzanak csinálták. Szerintem nincs ebben valami, hogy megláthatnak. Nem érzed ebben az erotikát, nem érzed ebben az izgalmat. Megláthatnak? Nem érzed ebben a pillanatban azt, hogy kicsit érzed, hogy élsz, hogy a napi rutin, a megszokott kommunikáció. Ki látja ebben kicsit, az erotikát? Most nem, várjál, felejtsd el ezt a motorháztetőn gyömböző, itt csak Pest zárkózni akar. Ezt fogd föl úgy, hogy Pest féltékeny legy Győrre, és Pest zárkózik. Ott van egy kutyaszar valami, hát fej, picit fejjel, nézzétek meg. Az a kutyásoknak a Az a kutyásoknak a hajjaért, tudod, na, az nem a szexen. Nem azt mondom, hogy irigylem őket, de közben maga az, hogy ez ennyire felszabadult pillanat, és ennyire ki tudják zárni a külvilágot, és most ha ők ott úgy estek bele ebbe a szökőkútba, hogy nem volt ott senki, aztán nyilván köréjük gyűlnek, filmezik őket, de hogy átadták magukat ennyire a pillanatnak, átadták magukat egymásnak. Én nem ismerem ezt a párt, de valószínűleg feltételezem, hogy ez nem arról szólt, hogy gyere, másszunk be, ti meg fotózzatok le, csináljunk úgy, hanem volt néhány önfelett pillanat, amikor ők mondjuk ültek a szökőkút szélén, beestek, szaladtak ebbe a szökőkútba, vizesek voltak, nyár volt, 30 fok volt, és azt mondták, hogy megszűnik a külvilág. Szerelmesek vagyunk, fiatalok vagyunk, szeretkezünk. Én nem érzem ezt a tantrikus vonalat ebben a motorháztetős fotóban. De várjál ezt a motorháztetős vonalat, mert ez a krép, ez rettenetesen proletár, hogy egy ilyen letolt farmergatyás, boxeralsos csávó gyömöszöl egy ilyen V alakban fekvő nőt, egy Dévo Matiznak a motorháztetőjén. De a győri szökőkút, most ugye amiről mindenki beszél, a győri szökőkút. Ráadásul ez egy olyan szökőkút, hogy ugye ez nem csak egy ilyen szobor van a közepén, hanem ez már-már medence jellegű. Ugye? Na, ez szokott mögöttünk lenni, ugye? Igen, ez szokott mögöttünk lenni, ott a városháza tér, igen, ez van erre mögöttünk. Erre pötkölt csikket Feri. De nyilván, ennyire átadták magukat a pillanatnak, és ennyire abban a pillanatban kizárták a külvilágot. És azt mondták, hogy figyelj, itt vagyunk, vizesek vagyunk, miért ne szexeljünk egyet. Szóval és nyilván... meg a haverok meg a 10 méterrel lejjebb. Most miért hagyják ott őket? Szerintem az sokkal gázabb. Szerintem az sokkal rosszabb. Tehát látsz egy ilyet, azt mondod, hajrá gyerekek, nyomjátok, tapsolsz, kettő. Nem mész oda mobiltelefonozni. Tehát hagyod, hogy megéljék a pillanatot. Aki ezt fölveszi. Mert még én is hátra vagyok. Aki oda megy és elkezd videózni, szerintem én nekem az például, nem az, hogy még én is hátra vagyok. Nem, túlságosan sarkosan látod. Akik benn vannak a szökőkútban. Lehet, hogy 10 éve járnak együtt, óriás szellem. Igen. Én most lehet, hogy romantikus oldalát nézem. És lehet, hogy ez egy újabb első randi, mint ami elmesélt tegnap volt. A Juli. Így van. Aha, oda menni papáson. Csak nem futott az RMB-re. Oda menni papáson videózni, úgy, hogy neked semmi közöd a párhoz, belenyomni az arcukba a telefont, az szerintem egyébként sokkal bunkóbb dolog. Mert nem zavarom őket. Örülök, gyerekek. Ha érted, elballagszott, eszel egy nem lehet, hogy csak az igazgató rendőrök vették fel bizonyíték. Nem hiszem, hát ez ugye bejárt az internetet. Miért te felvennéd? Oda mennél és belenyomnád az arcukba? Nem nyomnám az arcukba. Hát persze. Tehát, hogy ez, Jani, oda menni. Mit csinálok? Mit képzelnek magukról? Ez jönnek egy a gyerekek. Rendszerű szökőkút, itt ha beszennyedik a vizet, akkor az egész vizet le kell engedni. Most nem mondta, hogy Janet Mason a fonó előtt nem fújhatna fel, Jani, kérdezi Robika. Most teljesen más platformra került át a téma. Tehát azért Janet Mason ott állna a fonó előtt. Te mennél haza a kis 50-es villamosra, és azt mondnál, hogy hello, Jani, Janet Mason vagyok. Felfújnálam a Mason. Felfújnálak itt a fonó előtt. A lőrinci fonó, várj, az már nagyon messze van. A Robika írja, hogy a fonó előtt. Te azért a budai fonóba is. A lőrinci fonó előtt.
Én valahogy nem tudom ezt a gyerekkártyát ilyenkor a kijátszani. A Szemere telepi restiben. A Szemere telepi restiben. Janet Mason. Figyelj, itt például én az, nem szökük utaztam, hogy lementem volna Püspökvár alá. Ott vannak jó helyek. Nem kellett volna messzire gyalogolni. Na, drága hallgatók, írjátok meg, hogy melyik város zárkóztattátok már fel. Jó? Végezzünk egy reprezentatív közélmi kutatást. Siófokon, a plázsnál, a Balatonon, Gárdonyban, a Velencei tóban. Monori Don Juanok, Biatorbágyi Kaszanovák, jelentkezzetek. Székesfehérvári hódítók, írjatok nekünk, hogy a szabadban elkövetett, közös megegyezésen alapuló szeretkezéssel kapcsolatban milyen élményeitek vannak. Tágítsuk egy kicsit Jánost. Van nálam. Na, most tudod, most te vagy, te vagy a primitív. Igen, te most van a legszélsőségesebbet nézel. Nem a szexelő, a primitív, hanem te. Szeretlek. Te most nagyjából elmondom, két alkoholistát látsz beesve a szökőkútba, akik egyébként egymás ölébe hánynak, és jó, közben te, fogalmuk nincs. Te meg sem. két tantrikus, védikus isten. Voltak a nirvánában. Igen, hogy megélték a nirvánát, és nem azzal foglalkoztak, hogy jaj, kicsit felvesz valaki. Miközben átkorol azt hallottad, hogy hagyjál neki, ne sajnál! Na, ha az a primitív. Azt gondolom... Anyád, büszkeled! Azt gondolom igazán primitívnek, aki leül és tapsol, érted? Hát most felmenném Mónival a várba. Igen? Elkezdene szakadni. Elterülj a figyelmemet, nem jó. Vár nem jó, nem, ez vár a helyszín nem sajnos nem jött, mert számomra egy jó. Akkor hova mentek? Te tök mindegy, akkor sétáltok. Sétáltam, Bakonyban sétáltam. A Bakonyban. Jó? Na, a Bakonyban sétáltok. Igen. Közvetlenül a legnépszerűbb kiránduló úton. De várj, úton. A Bakony az erdő. Az nem igen, jó. Meg igen, ott kevesen vannak. A Bakony, ahol mindig megszoktatok szállni, a hotel előtt a parkolóban. Tessék. Szakad az eső. Szakad az eső. Magam elég képzel. Igen. Mert az egy gyönyörű nyitott tér, egy nagyon szépen ápolt. Szakad az eső, telihold van, júliusi éjszaka, 29 fok. Az egy olyan hotel, hogy kiszaladnának esernyővel. És azt látod, hogy Móni egyszer csak így rádől egy, mit tudom én, egy hármas BMW-nek a motorház tetején. Egy előre dől. És te megkérdezed, anyácska, keresel valamit? Sok volt a sajtorta. És a anyácska, keresel valamit, mire ő nem mond semmit, hátra néz, kacsint egyet, és megnyalja a szája szélét. Aha. Hát most mit csinálsz? Bemész, érted, és elkezdesz ott a 102-es szobánál matatni, vagy körbenézel, július éjszaka, rád néz egy őt, ott egy róka. És azt mondod, hogy miért nem most? Szabadban vagyunk, házasok vagyunk, megkívánt a sétától. Azt mondod neki, hogy böfög nyugodtan, nem haja senki. De lehány le azt a hármas BMW-t, mert láttam, hogy kopaszok jöttek vele. Hagyácska, jön a tulaj. Szerintem tök izgi. Viktóriával sétálnánk valahol egy szakadó esőben, és ez egyszer csak így. Miért ne? Integet valamit integet, mondani. Hogy induljatok el sétálni valószínűleg. Megnézte a meteorológiát, ma este esőt mondanak, úgyhogy... Szóval, hogy nem tudom. Nekünk volt ilyen kalandunk, csak ha elmesélném, holnap megírná a sajtó. Mónival. Igen, ráhajol, de 5-ös BMW volt. Hármas BMW nem szexelek, ráhajolt egy 5-ös BMW. Volt ilyen, hogy jöttünk haza Bécsből, és akkor szerelmünk hajnalán, a szabadban. De nem folytatom a történetet, mert nem akarom én is a live.hu-n olvasni holnap. Ebből már megírják. A nőklap a kávén. És ülsz a kocsiba, ő is ránéz, te is ránézel. És Ausztriában volt még, vagy Magyarországon? Magyarországon. Senki földje, hegyes halom? Vagy lehetett volna tanul? Nemzetközi vizeken. Lehetett volna tanul, igen, kifotóztattak volna. Persze, abszolút, megálltak volna. Mondjuk nem vagyok benne biztos, hogy ez nincs tarcsiba, meg egy titkos folderbe valahol a borsban. Nem, újságban soha nem volt. És figyelj, az igazság, hogy jó. Tehát, hogy működik. A lebukás, a szabad, az egésznek annyira van egy erotikus, tehát ebben van valami erotika. Még az is, hogy észrevesznek. Ez hozzáad. Tehát négy fal között otthon, oké, de az sokszor megtörténik. De ez, hogy lebukhatsz, hogy észrevehetnek, hogy egy kicsit olyat csinálsz, ami azért nem egy megszokott dolog, és a komfortzónádon kívül esik, ez még hozzáad. Ennek megvan a bája. A szökőkútnak is megvan a bája. Igen, nincs ezzel bajom. Hogyha feldobnám a CRV-nek a motorház tetejére Mónit, fel se érném. Jó, hát akkor keres na, egy időt. Én egy praktikusan gondolkodó, racionális ember vagyok, érted? Így adok, drága hallgató. Ki hol?
mikor és miért. Jó, várjuk az SMS-eket, mindjárt folytatjuk. Fél 9-an pontosan. Gyerekek, hát úgy néz ki, újfajta kihívás van a városok között a szabadban szexelés. Ugye a győri esetről beszélgettünk, amit nyilván már vizsgál a rendőrség. Egészen elképesztő 2-4 évig terjedő szabadságvesztés is lehet akár, nyilván, ha gyerek is látta, valószínűleg pénzbüntetés lesz, ugye közszemérem sértés miatt, és hát közben már ugye zárkozik Budapest is, itt pedig egy autónak esett neki, vagy egy autóra esett rá egy fiatal pár, mint egy tulajdonképpen vállalva a városok közötti kihívást, hogy szexelj a szabadban. A műanyag kupakos rúgla a kupakot kihívás nálunk már lecsengett, most a városok között megy a játék határok nélkül. Ki tudja, extrémebb helyen? Extrémebb helyen gyűrj le a csajodat és zárkóztasd föl a városodat, a településedet azon városok közé, ahol már ugye szexeltek. Máshogy látjuk a dolgot, de ez nyilván nem baj, kiki vérmérséklete szerint ítéli meg ugye ezt a győri esetet. Ugye itt azt látod, hogy fiatalok tapsolnak és videóznak, miközben egy pár önfelettet mulatja az időt a szökőkútban. De hát kiderült, hogy azért hallgatóink sem vetik meg egyébként a teli holdat, a búzamezőt, a Balatonpartot, a nádast, az autót, a hortobágyi magaslest, a forgalmas utakat, mert ugye kértünk történeteket, hogy ki hol ébredt már rá arra, hogy ellenállhatatlan vágyat érez párja iránt abban a pillanatban. Külön öröm számomra, hogy minden harmadik SMS-ben benne van a Velencei tó. Igen, köszönjük, egészen, szeretitek. Egészen frekventált, igen. Barátom, mert éjszaka enyhén illumináltam, Debrecen egyik játszóterén egy kereszteződéstől 15 méterre csapattuk, ő volt 30, én 32, rám nézett, megállított heves csókkal, kezdődött, aztán bekötötte a cipőfűzőm, és így tovább, de már a liftben is megtörtént éjszaka, ugyanúgy, Isten bocsássa meg. 10 emeletes lift tudott be, kora flash. Egyik önket sem vonz az ilyen helyszín, nem is ezért csináltuk. Na, de az egy zárt hely. Érted? Azzal semmi gond nincsen. Uh-huh. Az égvilágon, sőt, úriemberről van szó, mert bekötött a cipőfűzét. Nagyon szimpatikus. Jó neveltetés. Igen, hát az fontos. Hortobágyi magas les, elég forgalmas út mellett, egy motoros csajszival. A volt barátnőmmel egy félreeső úton álltunk meg romantikázni, az út végén egy ócskavas lerakat volt, az aktus közepén megállt velünk, szemben egy autó, egy darabig figyelt, majd kiszállt belőle egy ürge, aki történetesen ismertem, és elkezdett felénk jönni. Én leszöktem a csajról, lükvelc, és úgy messzenül elhajtottam, de ő is követett az autójával, a félvároson át folyt az üldözés, míg annyira fel tudtunk öltözni, hogy meg tudjak állni, tisztázni a helyzetet. Ő persze csinálta a hülyét, azt hitte, hogy valaki lopni akart a telepről, és ezért üldözött bennünket. Sukorói arborétum, kilátó fényes nappal élveztük a panorámát. Na. Így van, kevesen járnak arra, sajnos, hétköznap, igen. Hétvégén nagyon nagy a forgalom, de a kilátó jó hely. Balatonbogláromnak gömbkilátó alatt, azt hittem olyan jó vagyok, mint soha, aztán kiderült, hogy csak egy hangyaboly volt alattunk. Akkor volt bukta, amikor álló pélóval ugrálva csapkodtam le magamról a hangyákat. Örök emlék maradt. Próbáltam összeszedni a helyeket, srácok, de nehezen ment. Horvátország több strand, Krükk-sziget, Vír-sziget, Bol-sziget, Sopron, nagyon sok szőlősor, Fertőszéplak, Fertőszent Miklós környéke, Balatonparton, addig kell csinálni, míg fiatal az így ember. Így is van. Dani nem veti meg a szabadban szexelést. Valahol Csopak magasságában egy nádasnál estünk egymásnak a barátnőmmel, aztán jöttek a horgászok, mosolyogva átléptek fölöttünk, mi megfolytattuk a dolgot. Hát ez egyébként benne van. Átlépsz rajtuk, és mondod, elnézést, csak lerettesem ide a szereléket, de... Igen, csak bejöttetek, csak később jövök horgászni. Semmi baj nincs. Azt mondja, sárkány repülőpilóta vagyok, vittem egy lányt repülni, 1200 méteren azt vettem észre, hogy előre nyúlt és matat a gatyámba. Már ez kicsit már ilyen kovés, hogy sárkány repülőpilóta. 3 perc múlva kényszerre szálltam egy mezőn. Az orrfutóm bánta, de megérte. Azóta se láttam, még be sem mutatkozott. Na, hogy azért ez izgalmas. Hátad mögé. Aha. Hogy egyszerűen, jaj! Ja, nem, mert ott egymáson. Valahogy úgy hevernek egymáson, hogy igen. Hát egy ilyen zsákban vagy benne, nem? Igen, de azért szártak le, hogy kiteljesedjen nyilván. Igen. Várjál, amikor zsákban vagy, akkor ugye nincs motor a motorosnál, ugye elől ülsz, és hátul vagy előtted ül valaki. Aha. Igen. Hátul ült a kislány, és egyszer csak megérkezett előre egy ilyen erősebb emelkedő széljárásnál. Jaj! Hát mit csinálsz, ha lelakod a mezőn? Hát persze. Hát lerakod. Igen. Hát ott is ilyen botkormenyűs irányítás volt, biztos a kislánynál. Nem tudod átadni a robotnak. Hát ott nincsen nagyon robot, igen. A természet lágyölén jött az ihlet, és engedtünk az izgalomnak a kocsi motorház tetején. Már nagyon egymás hangolott, amikor éreztük, hogy egy nyugger társaság épp elhaladt mellettünk. Hát olyat láthattak, amit már régen.
iszonyat nevetésbe törtünk ki. Az évben lesz 10 éve, hogy együtt vagyunk a sráccal. Hm. Hát tudod? Na, nem csak úgy összegabajodtam. Van ilyen is. Bajától Szekszárdig a vonaton, úgyhogy nem voltunk egyedül a vagomba. Azóta se előtte, se utána nem láttam azt a lányt. Ez az igazi, mm-hmm. Jedi. Csú, vonat, érted, összenéztek. Igen? Hát nem. Na, ilyen kalandom nem volt. Hogy ül a vonaton a kislány. Ismeretlennel. Hát néz. Jó, hát legutóbb osztálykirándulásokon mentél volna. Ez is igaz, hogy 8 éves voltam utána, amikor vonaton mentem. Persze, tehát hogy örüljünk neki. Nem. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggel. Szia, Balázs, Csaba vagyok. Ez nagyon, nagyon személyesen indult, ez a Szia Balázs, Csaba vagyok. Megvoltál. Ilyen témánál ez. Szia Balázs, Csaba vagyok. Megismered a hangomat? Ez folytatódik úgy, hogy emlékszem. Ez nagyon furán indult, emlékszel, ez a beszélgetés. Balázs, emlékszem. Emlékszem, Balázs, Csaba vagyok. Nem. Sóstói tábor. Na, mi történt veled, te hol? Vajtán napközis tábor. Na? Még akkor volt, akkor Vajtán napközis tábor. Azt hiszem az utolsó, vagy utolsó előtti turnos voltunk. Nem csoda, hogy beszüntették utánatok. Ezt jelentenünk kell a rendőrségnek. Hány éves voltál? 16. Figyelj, összezárnak ennyi fiatalt egy helyen, szerinted mi van? Medencébe, Gombánál, pályaszélén, minden volt. A legextrémebb a táborzáró ünnepség zászló levonás. És a zászló levonó Rudnál, tehát aki jött úttörő levonni a zászlót, az minket átlépett. Mosolygott uh-huh. egyet is tovább, húzta a zászlót. De sajnos emiatt le kellett mondani a Tibi bácsinak, a kis titkárnak. De várjál, te engedték le a zászlót, és te közben gyömöszölted a csajszit a zászló rúd alatt. Igen, mert úgy képzeld el, hogy volt kettő zászló. Volt azt hiszem a kisnek a zászlója, meg a Vajtának, a napközis tábornak a zászlója. Mindegy, mind a kettő zászló. Táborzára végén levonták a zászlókat. Na mi ott, mert ott volt egy méteres sövény. Mm. Tehát és a sövény mögött, és akkor jött a zászló levonó kisfiú vagy kislány, már nem tudom mi volt, mi ott akcióztunk, éppen ő meghúzta le a zászlót. Húzta le a zászlót, és a csaj nem emlékszel, vagy tudod ki volt, vagy ez egy futókaland volt? Igen, nem mondanám be. Nem egy dunajvárosi kislány volt. Na jó, akkor ezzük kicsit. Egy dunajvárosi kislány volt, mert hol láttam, hogy ellen hívták a Petőfi sétányon lakott. Remélem, még most is ott laktak. Na jó van, figyelj, hát fiatalok voltatok. Hát az fiatalok ennyi. Voltatok. Nincs ezzel baj. Ennyi, így van. Jó, van. Nem lehet parancsolni magadnak. Hát persze, meg azért, persze, ki kell egyszer próbálni. Ma már ez tényleg a mobiltelefonok, meg a Facebook, meg az Insta világában azért ez egy kicsit nehezebb, mert azonnal lebuksz. Így van. Még óvatosabbnak kell lenni, de régen azért ez tét nélkül ment. Így van. Igen. Köszi, hogy elmondtad. Ciao, vigyázz magadra. Sziasztok, hello. A 27 fokos Balatonban késő este teli holdám, miután a gyerekek elaludtak a sátorban, felejthetetlen élmény volt. Ez jó. Tudom, mert azt nem látja senki. Persze, megrátosul a Balatonban, 27 fok. A legextrémebb az egyik olasz autópálya kapu előtti várakozáskor esett meg. Körülöttünk mindenfelé rengeteg autó, miközben szakadt az eső, a bepárásodott ablaktól nem látták, hogy én a párom ölébe pattantam. Elfogadjuk, János? Rendben van? Lehet, zárt hely. Bepárásodott ablak? Bepárásodott autó, hosszú a sor. Na. Legyen. Kicsit gurulsz előre, és közben a párod az öletben van, és tudod, hogy mi van 20 percet, legyen. Mire odaérsz a fizetéshez. Uh-huh. Igen, melletted pedig egy kamions föntről lefele filmet. Múlt héten voltunk párommal a Keira Kusán termálfürdőben. Nos, tehát kinti rész, mély medence, tele emberrel, akik a nézők, totál beindultunk mindkét oldalunkon, embertömeg, nem foglalkozva vele, szépen tettük a dolgunkat, belekezdtünk, de csak a kézi munkáig jutottunk, mert elég feltűnőek voltunk. Utána néztük a vizet. Aha, jó. Köszönjük szépen, köszi a... Igen, Lencsi, köszönjük, ezt már nem folytatjuk. A kustányban üdülök nevében, most kiszaladtak a vízbe, pisztik, hallottad a bárnyékat, gyere ki onnan, szóljatok az igazgatónak. Na. Van még egy hallgatónk, halló, jó reggelt. Hello, sziasztok, Balázsék. Hello. Na látod, csak a fiú bátrak, ők elmerik mondani az esetet. Mi történt? Hát... Éppen bizonyítani indultunk a párommal, akkor kb. 2-3 év együtt voltunk már. Uh-huh. Dunaparton jártunk, és megkívántuk egymást, és gondoltuk a susnyásba majd a part eltakar minket minden ilyesmitől. Merre voltatok, azt tudjuk, hogy mi a helyszín nagyjából, a Dunapart? Százhalombatta. Százhalombatta, uh-huh. A festői batta, igen. Hát már nagyon belelendültünk a sztoriba, és egyszer csak hallunk ilyen lapátcsapásokat, és egy húszfő sárkány hajó csapat haladt el mellettünk a parton. Wow! Ráadásul a fatarom is a hajóban volt, akkor tudott, hogy
Fater ott ült a hajóba? Tényleg? Bocsánat. Ez jó. És ki kiabált? Vagy megismert? Vagy csak egy messzelen feneket látott? Hát, ki kiabált ki, hála jó ének, de ott hallottam meg egyet, igen. Mondjuk ez oda vágy. Tehát Faterod elcsapott egy ilyen sárkány hajóba. Hát, megy a ízi a dobolát. Mi a frazot csinálsz? Tartsd a ritmust! Igen, és tudod, hogy a Fater is ott ül. Yes. Az erős. Nagyon erre kiszámít. Hát erre szem lehet előre kiszámítani. Együtt vagytok még a lánya? Persze, együtt vagyunk, de azóta nem voltunk az napartnak. Nem mentek az napartnak. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Hello. Na, én időközben megtaláltam a Margit-szigeti közösségi szextérképet, mert van ilyen. Margit-szigeti közösségi szextérkép. Így van, bejelölheted, hogy hol csináltad, és rövid leírást is tudsz hozzáadni. Tehát megjelölöd magán, ez egy Facebook csoport? Igen, az egyik internetes portál osztotta meg, megcsinálta ezt, szépen be tudod jelölni a koordináták alapján, hogy hol csináltad, rövid leírással. De nem ér csalni. Aha. Tehát, hát azt nem tudjuk, hogy... És leírja röviden? Igen, az Európa ház bejáratának lépcsője milyen jó, ha letérdel a partner. De ezek konkrétumok, tehát, hogy ez... Igen, mondjuk viszonylag pontatlanok a GPS koordináták, mert látom egy páran a Dunában. És a kis hajón érte. Jó, hát mi van, ha körbehajózták a Dunát, érted? Azt mondja, elmentünk sétálni egyik este, kézenfogva nyugodt, hogy jól beszélget, egyszer csak odaértünk egy búzatáblához, majd rám nézett és közölte, nem vettem fel bugyit. Hát szép mondat ez egy nő szájából, nem? Itt már nem állsz. Megyünk? Nem volt, mint tenni, mentünk, isteni volt, és a búzakalász közben a búzakalász nyaldos a zacsidat. Nincs is jobb érzés. Jaj, de az elej az olyan jó volt, de ez a vége, ez a búzakalász nyaldosa. Igen. De egyébként az jó, a természet lágyöle. Az szép, amíg nem jön egy kombány. Igen. Fontos, hogy senkit nem buzítunk erre. Vagy egy természetvédő. Törvénysértés. Így van. Nagy közszemérem elleni. Sértés, ugye azt is mondják. Gyerek ne lássa. Hát meg a büntetési tétel is, bocs. Hát, ja, inkább pénzbüntetés. Az... Ne szeretkezzetek a szabadban. Hatóságilag előírt mondat. Kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Ne szeretkezzetek a szabadban, mi nem búzítunk senkit. Csak küldjétek el SMS-be, hogy mi történt. De ne tegyétek ezt. Nem szabad. Nem. Hát elvileg törvénysértés követsz el. Illetve pontosabban, ha észrevesztek. Nem, igen, nem mindegy, hogy hol. Tehát nem mindegy, hogy szökőkút. Igen, város közepén ne csináljátok. Igen. A búzatábla természetkárosítás. Azért a Margit-szigetre jó sokan mennek, sok pötty van. Az kemény. Azért azt látom, gyerekek, hogy én nem tudtam erre a közösségi szextérképről a Margit-szigeten, de hogy azért ott nehéz már oda lefeküdni, hogy ne feküdjél rá valakire. És ez csak ez a hét. Tehát azért ott ledobod a kis pokrocot, és ketten felsikoltanak, hogy ráléptél a lábadra. Azért nagyon-nagyon él a Margit-szigete éjszaka, én ezt nem tudtam. Úgyhogy a gyerekkel járok oda ki, meg családdal. Tehát ez egy ilyen hely, akkor nem megyünk oda többet. És mi van, ha mindenki mindenhol, érted? Durván szeretkezik, hát ezt nem tudtam a szigetről. Mi van, ha ez ugyanaz a pár? Igen, hát akkor viszont irillésre méltó helyzet. Na jól van, gyerekek, klímás játékunkhoz érkeztünk, úgyhogy lehet küldeni akkor a Mide a szócskákat. Aki Nivát küld, külön szeretjük, jó, de a Mide a szócska beugró, úgyhogy küldjétek, mert hogy valaki nyer egy gyönyörű szép klímát, és beltéri kültéri egységet is adunk hozzá. Így szerintem van. Ez... Ja, ha a kettőt összekötitek, akkor igazán komplex az élmény. Abszolút, igen. Úgyhogy küldjétek amire a szócskákat. Jó, 0-23-111-111 az SMS számunk. Jövünk a játékkal mindjárt. Kilenc óra után 13 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek. Jó reggel, drága hallgatók. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok, hello, jó reggel. Szia, hogy vagytok, hogy vagytok? Sziasztok, jó van, minden oké, jó van. Na, akkor csak így tovább. És még mindig jönnek az SMS-ek. A nőgyógyászati rendelő, meg a laktanya parkoló, sosem felejtjük el, de a legjobb SMS, nagyon szeretem. Mi a feleségemmel kocsiban, liftben, Balatonban, konyhapulton, fóliasátorban, stégen, sátorban, öntöző csatornában, a 17 év házasság előtt. Ma már a barátja kezeli. Kis Bagyó küldte nekünk, ez nagyon helyes, mindenhol. A drága feleségével mindenhol. Ma már a barátja kezeli. Hát, igen, az okát nem tudjuk minden esetre, az SMS az... aranyos volt, nosztalgikus jelleggel. Nem is gondolták a győriek. Mi, hogy egyszer rádióműsor lesz belőlük. Azért ez milyen, nem? Hogy mutattak nekünk. Köszönjük. Szexelsz egyet a pároddal, érted? És aztán kiderül, hogy rádióműsor leszel a Balázséknál. Na, igen. Utat mutattak, azt mondod? Igen. Párommal egyszer még a szüleim, nem bírom abba adni. Szüleimnél laktunk, azt írja. Abba, annak is megvan a bája. Mindenhol jó volt, de a legjobb volt Balázsék kertjében. Igen.
na, azt megcsináltad. Gyuri, ne gyere nagyon be, mert lézeres a riasztó, tehát egy idő után megszólal, de még ha ott a tuják alatt, az oké, de nagyon gyorsan megszólal a riasztó, nagyon sok kutya van, és jövök viperával. Igen, és úgy, aztán... úgy nuncsakozok, mint Bruce Lee. Érted? Gerebi, kiszaladok. Össze a mulcsot utána, jó? A mulcsot esik össze, gerebjézni. Mondjátok azt, hogy ti vagytok a kertész. Nagyon gyorsan kiszaladok, és nagyon pörgetem a nuncsakut. És a kis Winnie the Pooh boxer alsóm nagyon veszélyesen világít a sötétben, úgyhogy velem csak óvatosan, mert torokra megyek, és olyan nuncsakum van, és olyan gásprém, hogy akár magamat is lefújom. Jaj, gyerekek, játszunk egy jó kis klímás játékot? Mit szóltok hozzá? Nagyon jó ötlet. Lehet. Nagyon jó ötlet. Jó lenne, hogyha már valaki hazavinne ezekből a klímákból valami. Egyet. Tegnap volt próbálkozás bőszen. Volt, de nem sikerült. Volt. Igen, hát tegnap nem, de nem tartjuk meg azt a klímát azért, tehát nem tartjuk meg, csak majd kitaláljuk. Nem, hiszen Zsül hazavitt. Zsül már beszerelte, és tényleg működik a wifi? Jó. Jó, mi? Semmi. Szupi. Hideg van, de azért rányomott, hogy hűtsön mi. Itt van velünk Gergő, hello Gergő, jó reggel, ciao. Sziasztok. Gergő, hello, Gergő. Honnan szia. Hívtál minket? Gyömrőről, mondjuk éppen úton vagyok, de Gyömrőn lakom. Gyömrőn lakom. Ildikó is itt van velünk, hello Ildi, jó reggel, ciao. Sziasztok! Hello, Ildi! Kinek nyernéd a klímát, magadnak, családnak, kinek lenne? Hát magamnak otthonra, de az igazság a munkahelyemen is egy olyan irodában dolgozom, ahol nincs klíma. Hazamegyek, nincs klíma, tehát hogy így 3 hetek körülbelül, mint egy ilyen partra vetett hal, úgy működöm. De Cuki, vagy mit dolgozol? Mit csinálsz? Irodában dolgozom, ilyen adminisztratív jellegű munkát végzek. És gyerekek is vannak otthon a melegben? Nem, gyerek az nincs, hát majd tervezünk, ha lesz klíma, és elbírom őket hűteni. Ha lesz klíma, ez jó. A párod mindig mondja, kicsi, milyen meleg, ilyen meleg, még nincs klímánk. Na, de majd fognak sírni. Hát, így van, klímafüggvény a gyerek. Ez milyen jó, hogy nálunk megnyerítik a klímát, majd ott szeretkeztek, ránéztek, és mi jutunk így róla eszedbe, érted? Hogy Balázs, egy köszönjük csak szépen. Csak ne mondjad közben, majd légy szépen. Balázs, Balázs, köszönöm. Igen. Ne tegyek ezért szót, hogy hát a Balázsékból mit kaptam, na gyere drágám. Ugye? Hallgatjátok a Rádió 1-et? Ismeritek a dalokat? Persze. Gergő, te is? Igen, csak ti szóltok. Jól van. Hát ugye az ember, hogy ismerje, az egy dolog, de hogy megismerje, vagy tudja az előadót, az már egy picit nehezebb, mert ugye sokszor halljuk ezeket a dalokat, de nem mindig tudunk hát előadót tenni mögé. Na, nagyon egyszerű a dolog, akinek megvan, szóljon. Jó? Jó. Oké, mutatjuk egyébként, ez nem bonyolult a történet, és nem is nagyon nehéz. Jó? Ötletem sincs, ha mi van, nem tudjátok. Tehát már nem akarjuk nem tovább erre felkészülve, mert már csak érted, egy klímaraktár leszünk itt lassan. Igen. A támogató nagyon jól járna vele. Lemenne ugye a játék, mindenki hallaná ezerszer a nevet, utána pedig visszavinnék a klímákat a raktárba. Igen. Nem vitték el, nem vitték el. Na figyeljetek, mutatom. Stop. Hey. Na? Ez a bla 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 az Armin von Buren. Von Buren, hogy elvitte a kis Von Buren? Így van, Armin von Buren. Ezután egyébként egy ilyen nagyon jó kis idegesítő, tehát a barátaimnak szoktam így bejátszani, amikor éppen, hát ugye olyan utaságokat beszélnek. Akkor mondod, hogy blá, 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 blá. Blá, blá, blá. Ildi, nagyon ügyes vagy. Gergő, elköszönünk tőled. Köszönöm. Mi is köszönjük, nincs klíma, és nem is lesz. Köszi, ciao, hello. Na, Ildi, hát akkor megvan a klíma, gratulálunk. Hát ez, úristen, Jézusom, mi lehet a gyerek? És ahogy a hallgató mondta, hogyha lány lesz, akkor mi ideának hívjátok. Így van. Jó, Kovács Mídea. Így van, a kis és Mídea. Akkor is legyen az. Ez a kis Mídea. Milyen aranyos, hogy ide jön itt a kis Mídea. Egyébként szép név. A kis Józsi Mídea. Párod mivel foglalkozik? Ő is innen adminisztratív jellegű munkát végez egy másik cégnél. Jó, hallgat bennünket? Szerintem igen. Jó, hát akkor elképzelhető. Már csak egy szerelőt kell keresnetek, mert a szerelés ugye nincs benne, csak a klímát nyeritek, szereljétek föl, és aztán hétvégén a szomszédok is gyújtsanak rá. Jó? Legyen ez egy olyan történet, hogy hallottad az Ildiéket. Úgy hallom, megérkezett az új klíma. Úgy kerepel az a rohadt klíma, megszorodok tőle. Úristen, de nagy örömet okoztatok, köszönöm. Jó helyre ment, örülünk. Jó helyre ment, tényleg. Ildi, használjátok egészséggel, jó? Szereljétek föl, és aztán arccal a gyermek felé. Hajrá! Ez az. Sziasztok. Hello. Ciao, hello. Sziasztok. Szia. Hello. Na, Zsül vissza kell hozni akkor holnapra.
Csoda, hogy? És ülnek a klímát. Vissza kell hozni. Balázs, mekkora rohadék vagy, csóri ember, veszít erre, így köszönsz el, nincs klímád, és nem is lesz. Hát most, basszus, hát ez az igazság. Hát most nem volt neki, és nem is lesz. Hát ez így működik, nem? Nyert vagy nem? Nem sajnos. Nem szépíthetjük, tényleg nem. Igen, van ennek a játéknak egy ilyen jellegzetessége, hogy két ember közül csak az egyik nyerhet. Igen. Jó, viszont még mindig van, úgyhogy holnap is és holnap után is adunk egyet. Csak nehogy a szerelőtől legyen a baba. Ildikó, már van klíma. Üzemeljük csak be azt a klímát, igen. Oké. Igen, hát ez ilyen, a szerelést ezt nektek kell megoldani, viszont földobjátok, és akkor megvan a történet. Jó, van hármas ugrás, még játszunk azért ettől függetlenül, és ott van a plusz nyereményeink, úgyhogy lehet jelentkezni. Vívó világbajnokságra lehet nyerni, egészen pontosan a döntőre páros jegyet. A Vívó világbajnokság döntőjére? De érdekeltek is vagyunk, mert hát áron indul, nem? Szilágyi áron, gondolom én, hogy indul, nem vagyok otthon a kardvívás, törvívás és a kettő közötti különbségben, illetve a találati arányokban és felületekben annyira, de hogy indulnak azért sokan. A fegyver egy alapvető különbség. Tessék? A tör és a kard. Meg a találati. Találati pont. Hol pont, hol nem pont. Szerintem a fegyver hasonló, a találati pont más, nem? Fegyver is más? De más. Rövidebb, hosszabb? Nem, másképp néz ki, igen. Az egyiket két ujjal fogják, és a kis ilyen félgömb alakú rajta. A kosárnak hívják, nem is tudom, minek hívják. A karnak pedig gyakorlatilag beburkolja az egész. Meg majd. Ugye máshol találsz, tehát valahol ér a láb, nem ér a láb, kar, azt hiszem, hogy ez az alapvető különbség. Igen. Igen, és azt hiszem, hogy a kard az négy betű. Kicsit, igen. Hát nagyon jók vagyunk ebben, tényleg. Menjünk még tovább. És nekem olyan a kard meg a tör, mint a síugrás. Nekem mindegyik egyforma. Nekem mindegyik találat egyforma. Én nem is látom a különbséget. Tehát a csávó leugrik a haja menjen innen, érted, a fin kidobó, leugrik. Jaj, ne. Jön a skandináv ugró, a porhó hessinen, érted, a svéd porhó hessinen, leugrik, és ugyanolyat ugrik, mint egyébként a következő 150, aki számomra, de annyi a különbség, a zöld vonalnál esett, ilyen koszlott fűdarabok állnak ki a hóból, vagy a piros vonalnál, ami sosem tudom, hogy ott van az a piros vonal, igen, van, csak az én tévében van ott az a piros vonal. Vagy az a vér. És ugyanúgy egyensúlyoznak, és ugyanúgy ugranak le. Ott a host mérik. Oké, de ha mindegyik ugrás tök egyforma, hát ez teljes abszolút, kikérem magam. A vívás egy picit izgalmasabb azért egy fokkal. Ha magyar van, és olimpiai bajnoki döntő, akkor azt mondom, hogy oké, rendben van, én ott sem látom a találatot. Én nem tudom, miért gyulladt ki a zöld lámpa. Kassai utcai általános iskolában a kardoztam, egyébként a fegyver még mindig, amennyi nap még megvan, fél éven keresztül kitöréseket gyakoroltam, szurkáltam egy zsámolyt, amit oda támasztottak a bordásfalhoz, és akkor utána egy picit úgy, hát nem éreztem benne nagyon a sikerélményt, úgyhogy abba hagytam. És köröket kellett szurkálni? Nem, egy könnyített, ha könnyített oldal. Csak a zsámolj. Igen, és ezt kellett csinálnom minden egyes edzésen. Nem, mert hogy bűntibe volt, hogy a többiek már egyébként vívtak fönt a páston, te meg még mindig. Igen. Így van. És egy ilyen céltáblás szalmabábút ott szurkáltál, nem szóltak neked? Nem, az volt, én voltam az egyetlen, aki kardvívónak jelentek, hiszen mindenki más törvívó volt. Lehet, hogy csak apád nem fizette be a tagdíjat, nem? És mondták, hogy jó van, Janika, gyere, akkor szurkáljál ott a céltáblára, hogy apád befizeti a tagdíjat, akkor jöhetsz a pástra is. Öreg, lehet, hogy ezen spórolt. És akkor kaptál egy kardot, azt szurkáltad a céltáblára. Fizetted volna a tagdíjat, érted? Lehet, hogy vívhattál volna. Fél évig nyomtál, tehát akkor egész kitartó voltál azért. Nagyon. Hát az... Nagyon. Nekem is ugyanis mindig fél éves kapcsolatom van, csak csajjal. Kardvívó. Kardvívó csajod volt? Éj, azt mondta, minden találat ér. Nagyon ügyes volt, tényleg. Igen? Nagyon. Nagyon. De ugye, na mindegy, vissza a Jani sztoriához. Csak nem, mondom, a te sztorid jobb. Igen. Látom Janit egy kis tornacipőben, hogy szurkálja a szalmabábút, az se rossz, miközben a többiek. Szia János, és mennek be a pásra vívni, te meg ott ezért szurkálod. Gyakoroljon még, Janika. Gyakoroljon. De nem, egyébként ebben ez a nehéz. Nekünk kis vív ismerősnek a gyereke is mondta, hogy valaki a suliból, és mondta, hogy most nagyon boldog a gyerek, mert fél év után most adta kardot a kezébe, na. És győzködő, hogy még tartson ki egy kicsit, mert nem sokára mindjárt már mindjárt lesz, kardozhat, és a gyerek tényleg egy mozdulatot csinál fél éves, a gyűlölés abba akarja hagyni. Az anyja mondta, hogy figyelj, még egy hónapot bírják ki, és már láthatsz fegyvert, csak tartsák ki. Nagyon szép, meg csinálják. Minden, de hogy így... De utána jó, én például tökre bírám a Benny Vívna. Tehát nekem nagyon tetszik maga a sport, ritmusérzék, ezt gyakoroltam, látság. Ezt gyakoroltam egy hónap, hogy állok. Nézd meg, és megvan a mozdulat azóta de is. De az megvan azért, mert ezt kell egy gyakorolni már, de heteken. De miért a négy muskétásból tanítottak titeket, hogy a D'Artagnan, a három testőr, a Dumas regény? Várt, Quint, terc, szekon, érted? És így ez így gyakorolgatod, és így, hogy jó, oké, Janika, ez megvan.
Na most ott van az a zsámol. És se beöltözve, se egy rosté. Se egy rosté, se semmi, csak így, ennyi. Igen. És miért kell így tartanod a másik kezed, ha esik? Hátul kell tartani a kezedet. Ő ne találják el. De azt mondják, hogy azért egyébként egész jól megtanultál szurkálódni. Tehát, hogy így... Tehát azért ez, nem, a része ez, ez a része, ez azt gondolom, hogy azért ez így átjött neked valahogy. És a fegyver is még mind a mai megvan. Elloptad, nem? Igen, az a jó egyébként benne, a szerelés, az azt jelenti, hogy add le a szerelés, nem az, hogy vidd haza az 50-es villamoson, nagyon hanem, flexibilis a penge, és nagyon jól lehet használni, amikor a konyhai csapnak a szifor része eldugul. Mert tök jó belefér egyébként. Na hát ez nem is te lennél, ha a régi kardvívó kardoddal a konyhai szívön, az eldugult káposztaleveleket nem azzal próbálnád letukmálni. Tök jó flexibilis, értem, mindenhol befér. Igen? Aha. És eldugul a budi, akkor azt is így a kardal lenyomod a szart. Azon már nem segít, mert túl vékony a pengé. Az a igen. Azon átmegy, az már egy csőgörény kell, egy komolyabb csőgörény, azon már egy sima kard nem segít. De mi, és akkor ott van a villadásvödör mellett beállítva a szekrénybe a kardot? Nem, 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 van a pillóban, és utána mindig letakarítom. És akkor valami probléma van. És fölteszed két ilyen szögre, föl van nem, rakva. Csak be van állítva így a sarokba. És akkor nagyon szép kis kard. Móni elmos a rizibizis tányérokat, és akkor jössz egy karddal, és letukmálod? Így van. Rizibizi rántott sajt. Komolyan mondom, de hogy, hát miért nem azt mondtad, hogy a mosogatóba tegyél egy ilyen szűrőt, ami megfogja. Nem, ez oldetett, volt ilyen, jó, egyébként jó. De tök alkalmas rá egyébként. És minek teszed el? Tehát ez egy emlék? Vagy, tehát nekem sincs már meg a birkózó cipőm, vagy a birkózó mezem. Tehát mert azzal nem lehet csőgörényezni. Meg figyelj, ez meghaltok szegény virág, az a lomtalanítás, nekem ne, tud kell csinálni. Ez érzem, apám vette annak idén, és ez nem volt egy olcsó mulatság. Ja, tehát hogy van egy kötődés érzem. Persze, persze. Úgyhogy virág be fogja nyújtani az egész házat, nem fogja ott szelektálni. Ami nálatok lehet egy garázsban, az így jelző. Apám karja, jó, vigyék. Van egy japán csajszi, nagyon érdekes könyveket ír, ő ezt tanítja. Mit, hogy így kipakold a házad? Hogy hogyan pakolt ki a házad, és azáltal, hogy kipakolod és megválsz a régi cuccaiddal, hogyan takarítasz belül kívül, és kicsit olyan, mint a zen, meg olyan, mint a mi az, amikor így a feng shui, és hogy hogyan lomtalaníts, és azáltal, hogy az emlékeidet is lomtalanítod, azáltal magadat is megtisztítod, és ő megtanítja azoknak az embereknek, akik nem tudnak megválni a cuccaiktól. Olvastam egy nagyon hosszú interjút, nagyon érdekes, amit mond, hogy hogyan szabadulj meg, és elmegy, és ott van veled egy hetet, és átbeszéli veled az emlékeket, átbeszéli veled, ami valójában nem kell, hogy te az miért ragaszkodsz, és valahogy úgy oldja egy ilyen terápián, hogy a végén úgy tisztulnak meg emberek, akiknek ilyen garázsnyi cuccuk volt ott, hány ember szenvedett, hogy semmit nem tud kidobni. Jó lesz az még valamire felkiáltásra? Tudom, ismerem Vajda Judit. Hát, na, az egy együtt élek vele. De aztán, amikor pokol, valamikor... Pokol. Az ilyen, az pokol egy, és tényleg mindent elrak 30 évre visszamenőleg, és jön a csajszín, nyilván nem Magyarországon, és megtanít egy kicsit úgy lomtalanítani, hogy közben magadból is kidolgozod azokat a szorongásokat, emlékeket, élményeket, amiket nem mersz, és ezért nem tudsz elengedni dolgokat. Na jó, de egy csomó pozitív dolog is kötődik ezekhez a tárgyakhoz. Ne, azért, aki így ennyire lomis, az egyébként elrak, mit tudom én, 50 darab üres papírpoharat, 50 darab, nem lehet közlekedni a lakásban, mert ilyen járatok mert van. Teniszlabda tartó üvegből van még 100 darab, és ott áll, és a büdös életben nem használod. Tehát nekem is van ilyen ismerősöm, akinek a felesége ilyen, hát bemész a garázsba, és a kocsi nem tud beállni. Effektíve nem tudsz beállni kocsival. Mert hogy ott, érted, a gyerek első ceruzájának a ceruza hegyezője is. Nálunk megvan az összes rajz. Oké, de a rajz azt értem. Na, de az ilyesmi is, ez, emlékszel, ez volt a kis ruhája. Mondom, adjuk már oda valakinek, hát más még tudja hordani, már ők nem fogják soha. De ebbe voltunk először, amit te... És te is olyan vagy, hogy te meg ettől szabadul. Hát persze, hogy ennyi nem kell, oké, mindenből egyet elteszed, de tényleg, de amit te is mondtad, hogy a 100 darab teniszlabda doboz, mert a gyerek teniszezni járt valamikor, hát most minek? És sem, soha a büdös életben nem csinálsz vele. Az első kis rakettjét nem rakod el. De ezeket megértem. Első teniszütő, ja, vagy egy pár rajz, az rendben van. Na, de 600 darab szárnyas anya egy műanyag zacskóban, érted? Bármikor kell. 350 darab nem tudom milyen alátétel, érted? A büdös életben nem használod, de várja a nagy felfedezést. Hát azért ezek így ebben a formában nem kell. Én biztos, hogy elteszem majd az utolsó PlayStation-jét is. Neked megvan lecsomagolva az összes. Megvannak egyébként, igen, mind. Na, de az is minek? Semmi értelme. De megvan. De ezt én is tudom, hogy semmi értelme. Anyadik széria van most, ötödik? Fú, már nem, négy van szerintem csak. És akkor így be van stócol, vagy egy, kettő, három, szépen a negyediket használ. Csomagolásban. Na, ezt valamikor elpasszolom egyébként. Soha nem fogod eladni, te is tudod. De, mert kell majd a lóvá, amikor innen kirúgnak.
Nem tudom, mi a csajci neve, nem tényleg nem tudom, ami japán csajci, keressétek meg, mondanám, de nem emlékszem, csak tetszett az interjú, amit olvastam vele. Na, hármas ugrás játszunk, jól jövünk, mindjárt lehet jelentkezni játéka. Már ugye 10 lesz, pontosan 7 perc múlva, itt van a hármas ugrás játékos, a haló, jó reggel, ciao. Éva, hello Éva. Hello. Éva, szia, ciao, hello, mi újság? Hát izgulok nagyon, ne és a gyomoridegen van. Komolyan mondod ezt? Ne csináld ezt velünk. De miért? Hát nem tudom. Örülök, hogy bejutottam a játékba, azt nem nagyon szokott jelenni. Nem szokott sikerülni? Nem. De te látod, most megpróbáltad is össze. Dolgozol már? Igen. Mit csinálsz? Hát éppen tömegesen számlázok. És a nap meg ne tudja, ne, hogy bajatok legyen belőle. Jól van, oké. Milyenek a kérdések, János? Hát nézd, szerintem nem túl nehezek. Túl nehezek? Nem, de ebből rosszul semmiképpen nem jársz, hiszen mondtuk, hogy van garantált nyeremény, társas belépő vagy páros belépő a Vivo világbajnokság döntőjére. Igen, szereted a vívást, Éva? Megnézegetem. Meg ráadásul döntő is, reméljük, hogy lesznek érdekeltek magyar sportok. Igen, biztosan nagyon jó hangulat lesz. Na figyelj, itt szól az első kérdés, mondom neked, Rádió 1-es kulacsért, hogy nevezik azt a letarolt földterületet, amit csak gabonaszárak vannak? Parlag? Nem. Majdnem. Az a be nem vetett a parlag. Ugal. Sem. Nem. Nem. Még egyet? A gabonaszárak vannak rajta, aratás után. Arat, igen. Szúros. Az is igaz. Ha végigmész messzélem. Ne mondd már, hát... Tarló. Igen. Hármas, csak azért, mert ennyire iszkodik, igen, polgármester. Hármas találgatás című játékunkat halljuk. Igen. Oké, menjünk tovább, Torna Zsákért. Menjünk. Hány mozifilmben alakított a Harrison Ford Indiana Jones? Négy. Így van. Ez milyen jól ment. Négy, igen. Láttad mind a négyet? Igen, párom nagy fan. Jó, mondjuk az a kristálykoponyánkat, azt kikérem, azt kikérem magamnak, azt a borzadályt. A repülő... ő iránti tiszteletből nézted meg. A repülő földön kívüliekkel, és borzasztó. Az első három nagyon jó volt, meg készül az ötödik. Hát, ha. Oké, Bögréért, Balázsikos Bögréért. Legyen harmadik? Legyen. Melyik kontinensen található a világhírű romváros Petra? Na már meg is már van. A gépet, már nem meg is már, van. Nem már, nem már. Kidobja! Igen. Kontinens. Na most már. Így van. Országot tudod. Így van, nyilván látod, hogy... Hol van Petra? Azt mondja, Jordánia. Így van. Na, az hol... Ázia? Bravo. Na jó, csak azért, mert ennyire lassú vagyok ma. Ma nagyon lassú vagyok. Igen, bravo. Parádés megfejtés. Parádés megfejtés volt az internetről. Én nem nyúlok a klaviatúrához. Nyilván, ki segített akkor, Éva? A kolléganőim. Igen, ütötték a kolléganőjét, hallottuk. Oké, van egy plusz nyereményed, figyelj, mutatjuk. Az önnyereménye egy páros belépőjegy a bokcsarnokba a budapesti vívó világbajnokság döntőjére a Magyar Vívó Szövetség felajánlásával. Na, még egy ilyened is van az ajándékcsomag mellé. Jó? Ha nem tudsz elmenni, adod a valakinek, aki örül neki, hogy kint drukkolhat a magyaroknak. Ez nagy dolog, hogy ilyen sporteseményt itthon rendeznek, és reméljük, hogy lesz magyar siker. Jó? Küldjük. Jó. Köszönöm szépen. Köszi. Hello. Szép napot nektek. Hello. Háromból mennyit tudott egyet se? A másodikat az Indiana Jones-ra. Az Indiana Jones, igen. John nélkül. Igen. Hogy nyeri úgy Balázséknál, hogy háromból egy kérdésre tudod a választ. Igen. És ráadásul a középsőre. Igen. Az engedékeny műsorvezetők. Oké. Trafi Hűvösföld felfelé, lefelé, bocsánat, Gyufi, köszi, hogy elküldted. És jövünk igen vissza. Illetve első megyünk, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy milyen foglalkoztunk. Beszélő papagájokról, beszélő állatokról kezdünk el értekezni reggel, és jobbnál jobb videókat küldözgettek a hallgatók, ugye, mert hogy találtam tegnap egy beszélő papagájt, mert egy fél éve fenn van az interneten, én ezt nem láttam, és mindig is gyanús volt, hogy tudnak ezek a papagájok valóban beszélni. Hát találtunk egy nagyon jót. Uh-huh. Nagyon jót. Ő volt egy milyen papagáj? Egy Jákó papagáj. Jákó. Kiderült, hogy a Jákó papagájok azért jól beszélnek, aztán a hallgatók még elküldtek saját élményeket, hogy kinél milyen papagáj mit tanult meg. Bezsiléni, meghoztam. Meghoztam már tyúkot, mondta a papagáj. Valamint a győri esetről beszélgettünk, és nyilván persze senki ne csináljon ilyet, mert hogy azért ezt büntetik természetesen, ezt többször elmondtuk, de mégis arról beszélgettünk, hogy azért az ember a szabadban van, a szerelmes,
és rátör az ihlet, akkor lehet, hogy ez megtörténik. János mondta, hogy ő nem ért egyet ezzel a Győri esettel, és teljesen érthető okokból nem ért vele egyet, viszont arról beszélgetünk, hogy a hallgatóinkra hol tört már rá vágy, és azért kiderült, hogy a szabadban való szeretkezést azért sokan szeretik, nem úgy, mint a győriek, hogy közben telefonnal nézik őket, hanem csak kettecskén. Nagyon sok történetet kap. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen. Na figyelj, mutatom, mit csinál a papagája. Szerintem ez jó, tehát ez nekem tetszett, én ezzel rögtem. Szia! Szervusz! Telefon? Telefon? Hát mondta, hogy tényleg azt mondta. Telefon! Telefon, csörög. Sajtot. Hallod, mi van? Sajtot! Azt mondta, hogy sajtot! Azt mondta, hogy sajtot, fi, tök jó. Telefon? Sajtot. Megettem a sajtot. Mert néha közben úgy beszél, néha úgy beszél, hogy közben fücsög, de várjál, néha szerintem más hangot aktet, ő próbál beszélni, de közben néha belefüttyög. Hát jó, egy papagáj. Mondjuk egyfajta elszigeteltséget éreztem így a kommunikációban. Telefon, okay. Sajtot. Ja, jó, jó, akkor rendjél, legyen úgy. Káposzta. Te mit mondod? Káposzta. Össze-vissza zabál minden. Sajtot. Igen. Kevin vagyok? Kevin vagyok? Kevin. Ó, jaj, jaj, azt mondta Kevin ez vagyok. Tök minden, jó. Tök jó. De tök jó, fi, tök érthető. Tehát én nem hallottam még ilyet. Engem ez meggyőződött, hogy végre egy papagáj, amit tényleg beszél. Kevin vagyok? Sokat kakáltam? Sokat kakáltam? Megmostam a seggemet. Mit mondod? Sokat kakáltam, megmostam a seggemet. Na. Jó. Kitől tanulhatja ezeket a fazadatól? Sajtot. És a sajtot. Visszatér a papagáj. Attól, mert a laktózérzékel, attól megy a hasállandó. És utána visszatér arra, hogy ő sajtot kér. Veszünk neked sajtot. De tűnt. Elköszön a papagáj, jó legyél. Elköszön, látta, hogy megy az ajtófel, és azt mondta, jó legyél. Elmegy sajtér, anya ezért mondja neki, hogy jó legyél. Jó legyél. Ez tudatos. Aha, ja jó legyél. Megyek. Adja a puszit. És a puszit is visszadobja. Na? Na, jó. Jó. Jó, egy idő után rájössz azért, hogy ismétli magát. Egyébként jobban beszél, mint Zoli bácsi, a mester. Tehát, hogy valójában toás, tehát, hogy igen, toás. Toás, tehát, hogy valójában sokszor a papagáj azért az jobban érthető. Ez, hogy ő már tudott mondani egy értelmes mondatot, értsd, megmostam a seggem, azt szerintem az egy nagyon komoly meló lehetett. Azt mondja, van olyan papagáj, ami Rihannától énekel egy számot. Persze, igen, és táncol is közben. Igen, táncol, ennyi, és walking, én is adsz rá egy kalapot, és érted, úgy táncol, mint Michael Jackson. Állatorvosi rendelőn a papagáj a telefoncsörgést utánozza, mert hogy ő azt nem kell tanítani, ahogy beszélgetsz, előtte ragad rá, mint egy 2-3 éves gyerekre. Keresetek rá, van egy videó, egy papagáj váltig állítja, hogy 9 éve találkozott Ferivel egy angyalföldi hentes. Egyébként igen. És no, Feri nem emlékezett, mert kicsit megbántódott a papagáj. 15 éve osztálytársam papagája a vezetékes telefoncsörgést utánozta mesterien. Naponta kétszer szivatta meg a lakókat. Ez a hangutánzó képességük az teljesen egyértelmű. Te mit tanítanál neki? Csöcsök! Tort? Nálad nem sajt. Pornhub. Pornhub. Tubenyolc. XNXX. XNXX.com. Hazajöttek. Igen, tényleg. Előzmények. De mennyire tisztelt a csókolom? Mennyire tisztelt a csókolom? És a tyúkos is. Figyelj. Csókolom. Megmondtam a tyúkot. Itt azért célirányosnak kellett lenni. Kinél mit mondaná a papagáj? Lajcsi papagája, tedd vissza a plombát. Csokoromnak sima hullámos papagája volt, kitűnően mondta a kézilabda edző gazdájának a nevét, és az összes célmondatot, ami egy meccsen elhangzik. Hülye bíró, ugye, nem látsz, vak vagy, stb. Hullámos papagájunk volt, sok minden mondott nagypapámnak. Ődi, vidd ki a szaros kajtádat! Jó. Hú, ezt hányszor kellett hallgatni a szegénynek.
Nem tudom, én egy picit azt is érzem benne, hogy ilyen minden mindegy alapon már kit érdekel az emberek véleménye, így állnak hozzá. Szerintem egyébként az a pár, akik a szökőkútban szexeltek, hát nem voltak, hogy úgy mondom, olyan nagyon abstinens állapotban, vagy nem voltak nagyon szárazok, hát a srácon konkrétan látszódott, megírták is többen, hogy ott azért elég mélyen. Egy kis drink. Igen, ilyen elég mélyen hatott rá valamilyen tudatmódosító szer. Szerintem ők sem csinálták volna akkor, hogyha nem lettek volna nagyon bedrinkelve, vagy pipáz, vagy szív, vagy nem tudom mi. Én ezt megmondom nektek őszintén, picit igénytelen sztorinak tartom. Az van benne, hogy egy ilyen plusz extra izgalom van, érted? A lebukás veszélye. Tudom van az hogy... a felszabadult pillanat, amikor ez eljön. Hidd el. 18 mm-hmm. éves, vagy 20 igen. éves, vagy tele, vagy hormonokkal. Te nem voltál ledesul... fiatal. Tehát fogadjunk, hogy sose csináltad szobán kívül. Te. Na, de csináltam, tessék, mi volt? De tessék. Mi volt? Tessék. Há, orgazmus, Feri, orgazmus. Ha erre vagy kíváncsi. Várjál, mit kettőtök megvan csak neked egyébként erre is. Ha erre voltál kíváncsi, akkor elmondom hát neked. Fiatal vagy, mész, sodróc, elkap a lendület, a hív. Na te nem mindenki előtt. Értem. Szerintem ez a mindenki előtt, ez inkább egy jelenkorunk ez... problémája. Tehát ez valószínűleg régen is volt tényleg. Csak ugye az okostelefonok, meg a Facebook élő, Insta élő, tehát ezért tud ez elterjedni. Szerintem ez nem volt más, hogy régebben sem. Csak ugye most már tényleg nem tudsz büntetlenül szeretkezni egyet egy szökőkútba, mert abban a pillanatban 60-an felveszik. Ez borzasztó lehet, mikor másnap kihoz a nóc, és látod, na, meg rá, tele van veled az internet, bár nyilván ki van blőrözve, de akkor nem gondolkozol. Hát valószínűleg egyébként nekem azért sem volt meg ez a fajta, mert soha nem, tehát mivel nem ittam, ezért nekem nem voltak ilyen állapotaim, de ugyanakkor meg tényleg az egész erről szól, hogy valahogy biztos az is lehet a gond, hogy ezzel kötöm össze, hogy ezek iszonyatosan szét vannak már csapva. Na, drága hallgatók, írjátok meg, hogy melyik város zárkóztattátok már fel, jó? A Bakony, ahol mindig megszoktatok szállni, a hotel előtt a parkolóban. Tessék. Szakad az eső. Szakad az eső. Kulcs. Magam elég képzel. Igen. Mert az egy gyönyörű nyitott tér, egy nagyon szépen ápolt. Szakad az eső, teli hold van, júliusi éjszaka, 29 fok. Az egy olyan hotel, hogy kiszaladnának esernyővel. És azt látod, hogy Móni egyszer csak így rádől egy, mit tudom én, egy 3-as BMW-nek a motorház tetején. Egy előre dől. És te megkérdezed, anyácska, keresel valamit? Sok volt a sajtorta. És a BMW tulajdonosának kiért. Anyácska, keresel valamit, mire ő nem mond semmit, hátranéz, kacsint egyet, és megnyalja a szája szélét. Aha. Hát most mit csinálsz? Bemész, érted, és elkezdesz ott a 102-es szobánál matatni, vagy körbenézel, július észak, a rád néz egy őt, ott egy róka. És azt mondod, hogy miért nem most? Szabadban vagyunk, házasok vagyunk, megkívánt a sétától. Azt mondod neki, hogy böfög nyugodtan, nem haja senki. Szerintem tök izgi. Nekünk volt ilyen kalandunk, csak ha elmesélném, holnap megírná a sajtó. Mónival. Igen, ráhajol, de 5-ös BMW volt. Hármas BMW nem szexelek, ráhajolt egy 5-ös BMW. Volt ilyen, hogy jöttünk haza Bécsből, és akkor szerelmünk hajnalán, a szabadban. Megtaláltam a Margit-szigeti közösségi szextérképet, mert van ilyen. Margit-szigeti közösségi szextérkép. Így van, bejelölheted, hogy hol csináltad. De ezek konkrétumok, tehát, hogy ez... Igen, mondjuk viszonylag pontatlanok a GPS koordináták, mert hogy látom egy páran a Dunában. És hogy a kis hajón érte. Jó, hát mi van, ha körbehajózták a Dunát, érted? Azt mondja, elmentünk sétálni egyik este, kézenfogva nyugodt, hogy jól beszélget, egyszer csak odaértünk egy búzatáblához, majd rám nézett és közölte, nem vettem fel bugyit. Itt már nem állsz. Megyünk? Nem volt, mint tenni, mentünk, isteni volt, és a búzakalász közben... Természet lágyöle. Az szép. Amíg nem jön egy kombány. Igen. Fontos, hogy senkit nem buzdítunk erre. Vagy egy természetvédő. Törvénysértés. Így van. Ez hatóságilag előírt mondat. Nem igaz. Kérdezze meg kezelő orvos egy gyógyszerészét. Te szeretkezzetek a szabadban. Mi nem buzdítunk senkit. Csak küldjetek el SMS-ben, hogy mi történt. Azért a Margit-szigetre jó sokan mennek, sok pöty van. Az kemény. Mi van, ha ez ugyanaz a pár? Igen, hát akkor viszont irillésre méltó helyzet. Balázsék a Rádió Egyen. Na, itt vagyunk, gyerekek. Kérdezi, mert nem sokáig kérdezi valaki, hogy mindkét videó megvan nekünk a szökőkutas sztoriról. Hogy kettő? Lehet, hogy készült utána még valami, nem mi csak az elsőt. Az előállításról. Láttuk egyébként, hívjuk a nap hallgatóját közben. Balázsék! Oh, jó reggelt! Hello! Hogy hívnak? Hello, sziasztok! Hogy hívnak? István vagyok. István. Kislány. István.
Egy kislány. Kislány? Aj, de furcsa. Kis Bagyó névvel írtad nekünk az SMS-t? Igen, igen, Viberen írtam egyébként, jaj. A feleségeddel a kocsis liftes történet, ez az? Igen, igen, igen. Nagyon jót írtam. Mi a feleségemmel kocsiban, liftben, Balatonban, konyhapulton, fóliás sátorban, stégen, sátorban, öntöző csatornában, a 17 év házasság alatt. Ma már a barátja kezeli. Jó, de szép volt az a 17 év. Elváltatok? Elváltatok ezek szerint. Hát, igen, 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 el. 17 évig voltatok együtt? Hát, 20 év volt, de 17 év volt házasság. 17 év házasság. De jóban maradtatok, vagy eldurult a dolog? Hát eldurult egy picit. Aha. Nem beszélünk. Nem beszéltek. Gyerek van? Nem, nincsen. Ez volt igazából azok. Jó, bocs, csak a régi balásos élmények egyből moderátori szerepbe kényszerítenek, mégis csak 1200-at megcsináltam belőle, tudnom kell a teljes családi átteret. Van egy szép ajándék, figyelj, mutatjuk neked, mit nyertél. Az önnyereménye egy páros belépőjegy a Budapest Parkban megrendezendő I Love 2000 fesztiválra. Na, van egy ilyened is, ez jó buli lesz. Köszönöm, köszönöm, nagyon szépen köszönöm. Jó van, küldjük neked, jó, köszi. Rendben, köszi. Ciao, hello. Szia. Hello. Na gyerekek, hát jó van akkor. Jó, akkor fél kettőkor találkozunk. Velencén, aki akar velünk találkozni, az megteheti az e-foton, ott leszünk kettőtől. Egészen négyig, igen. Kettőtől egészen négyig. A főbejárattal szemben találjátok a legismertebb... Nem mondja, akik tudják, ott leszünk, ja, ott leszünk, jó, igen, nem az kell, ott van. Jó, kettőtől persze. Négyig ott vagyunk, ez a lényeg, Velence. Aki ott van, úgyis ott van, aki nincs aki ott, ezért nincs. Nem jön oda. Ja. Elköszönjen ő. De, hát persze. Hát én annyira szeretem, annyira cuki ez a papagány. Bezsi néni. Vigyed? Csókolom. Olyan cuki. Megfogytam a csókot. Csókolom. Ő nagyon cuki. És még ráküld egy jó lapotot. Akkor az egész napunkat együtt töltjük? Hát nem, előtte is utána szabadon vagyunk, azt ugye? Azt hogy 4 óra, 1-kor már azért mindenki menje, ha gondolja. 2 órát fogunk a színpadon. Rövidebb nem, lesz biztos az. Lehet, hogy ez rövidebb lesz. Semmi, nem kértünk pénzt, Feri. Nagyon rendesek vagyunk. Én mondom, átsétálok, ott vagyok úgyis a szomszédba. Jani szereti ezeket a kihívásokat. Te meg sodródtál. Igen. Lesz ott valaki a sátorállítókon kívül és a munkásokon kívül, akik rakják össze a nagyszínpadot? Nem, de ők nagyon kíváncsiak. Azért, nagyon jó sztoriaink vannak, csak hogy kérdezem én. És előttük Tibi atya. Tibi atya. A betyárját. Láthatjuk személyesen Tibi atyát. Na, mekkora élmény lesz, már alig várom. Jól van, akkor... Nem, inkább ő örüljön neki, hogy minket látott személyesen. Iszunk előtte valamit? Hogyne. Ja, te át tudsz bringázni. Á, Ferinek ez semmi. Ferinek a legnagyobb pálya. Bizony. Én még Zsült is viszem. Illetve mi még Zsült is visszük. Minek? Mi? Mert kíváncsi. Hogy miért jön mindenki? Mi? De mit tényleg, te is jössz? Mm-hmm. Komolyan? És leugrik. Te veled? Én is szívesen kiviszem. Valahova. Értem. Azt lerakom valahol fagárnál. Na jó van gyerekek, hát akkor ott alizunk. De ami a hallgatókat leginkább érinti, az, hogy holnap jövünk, és még van klímás játékunk. Jó, úgyhogy nem elfelejteni. Szevasztok, ciao, ciao, hello. Hölgyeim, Balázsék elhagyták az épületet. Holnap reggel újra jönnek itt a Rádió 1-en.